Tisztelt képviselő testület, szeretettel köszöntök mindenkit mai munkaterv szerinti ülésünkön, melynek jegyzőként hitelesi törvényén Dolcsány Barna képviselő társunkat javaslom. Ha elfogadja és mi is egyetértünk vele szavazunk igennel, köszönöm szépen, egy hangon elfogadjuk. A meghívóban szerepeltetett napirend következők szerint változna. Első a bevett egyháza tagtartány egyház községének tájékoztató beszélgetése. Másodikra felhoznánk az önműfejlesztési tervet, harmadik térfigyelő kamerarendszer szabályai, negyedik a szociális célú tüzelőanyag támogatásai szabályairól szóló rendelettervezet. Ez kiegészülne még egy ötödik napirendi ponttal, mint a vagyonrendeletnek az újabb módosításával. Az ötödik pedig az már zárt ülésben, határozati javaslat, hát nem ingatlan ügyben, hanem vagyon ügyben, mert más témáról is szó lenne, a hetedik pedig egyebek. A közfoglalkoztatási programokról pedig novemberben beszélnénk, hát addigra már a jövő évi tervezésről is tudunk, és akkor nem kell két ülésen beszélni róla. Van-e valakinek még módosító javaslat ehhez képest? Nincs, akkor aki így el tudja fogadni, most szabadon, igen. Köszönöm szépen, egy hangulat elfogadjuk. Nagy szeretettel köszöntöm körünkben Fodorné Mészáros Klára nagy tiszteletű asszonyt és Szarvas Péter plébános atyát, érdemes esperest. És nagy szeretettel fogadjuk újra, hogy, illetve köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és tudunk újra beszélgetni a egyházközségeinknek a működéséről. Szerintem, ha ide mellénk tetszenek ülni, akkor lehet, hogy közvetlenül ott tetszenek maradni. Nekünk úgyis elfogadható. Akkor abban maradtunk, hogy akkor a hölgynek adjuk meg a lehetőséget, úgyhogy megtiszteletű az, hogy lenne. Jó, felállok. Először. De ha ide letetszik ülni, vagy ide mellénk. Ülve is mondhatod, nyugodtan, Rárika. Jobb lenne ülve. Az enyém jobb. Gyere, Rárika, foglalj el. Jó, jobb ülve. Jól van. Tessék helyezni. Mindez, amit most elhangzik, az már többször elhangzott, de nem árt újból ismételni a tudást anyja. Tehát tájékoztató a Tagtartányi Református Egyházközség működéséről. A Tagtartányi Református Egyházközség a Magyarországi Református Egyház része, a Tiszán inneni egyházkerületen belül az Zemplényi Egyházmegyéhez tartozik. A Tagtartányi Egyházközség anya egyházközség, ez azt jelenti, hogy feladatait lelkipásztori állás fenntartásával önállóan teljesíti. Presbitériuma önálló anyakönyvezése és kénygazdálkodása van. Az anya egyházközség jogi személy. Az egyházközség az egyház tagjainak meghatározott területén élő, és az egyházi törvény szerint szervezett gyülekezetet. Az egyházközség egyháztagokból áll. Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és a durvacsorai közösségben részt vesz, és az egyház fenntartásához hozzájárul, vagyis egyház fenntartói járulékot fizet. Az ilyen egyháztagnak választójoga van és választható. Az egyházközség testületei, az egyházközségi közgyűlés, a presbitérium, az egyházközség elnöksége, lelkész és gondok együttesen. Az egyházközség tisztségviselői és alkalmazottai a presbitérium által létrehozott bizottságok. Az egyházközség testületei az egyházközség önkormányzati és igazgatási feladatait teljesítik. Az egyházközségi közgyűlés alkotja az egyházközség választói négyjegyzékében felvett minden teljes jogú egyháztag. Hatásköre az egyházközség tisztségviselőinek megválasztása. Az egyházközség tisztségviselői a lelkipásztor, a gondnok, vagy hát, a főgondnok, vagy esetleg még többen is ezt a feladatot látják el, vagy algondnok, de itt kifejezetten nem gondnok, főgondnok. Szeptemberi híradóta főgondnok, igen. És két egyházfi. Tehát a gondok és a presbiterek alkalmazottai a kántor egyházfék harangozó pénztáros. A presbiterium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója. Presbiteriumunk létszáma 14 fő.
A presbitérium feladatai az Isten tiszteleti, missziói, lelki gondozói feladatok végzése, egyház fegyelem gyakorlása, az egyházközség ingó és ingatlan javainak kezelése, új vagyontárgyak szerzése, kölcsön felvétele tárgyában határoz, az egyházközség költségvetését és zárószámadását évenként elfogadja, szabályrendeletet alkot. Az anyagi források. Az egyháztak hitből fakadó kötelessége, hogy egyházfenntartó járulékot fizessen, melynek mértékét a presbitérium határozza meg. Azonban nem lehet kevesebb, mint az egyháztak jövedelmének, nyugdíjának 1%-a. Egyházközségünk 2006-ban vezette be ezt a gyakorlatot, amelynek előnye, hogy nem kell évente emelni, és igazságosabb terviselést jelent. Vannak, akik komolyan veszik ezt az 1%-ot, nagyobb rész azok, akik rendszeresen járnak templomba, és vannak, akik számára az összeg ugyanannyi, mint akár 10 évvel vagy 20 évvel ezelőtt. A legfőbb bevételi forrás az egyházközség számára az egyház fenntartó járulék kellene, hogy legyen, tehát ez az alapja az egyházközség működésének. Állami szinten különféle retorziókkal be lehet hajtani az adót, mi azonban ezt nem tehetjük meg, tehát az egyházközség nem alkalmazhat ilyen retorziót. A második bevételi forrás a persejpénz, ami az Isten tiszteleti alkalmak látogatottságától függ, és mondhatjuk azt, hogy a hűséges kevesek kiváltsága. A többi bevételi forrás nem előre tervezhető, mivel adományokról van szó. Adományok Isten dicsőségére, akár örömteli alkalom kapcsán esküvő keresztelés, konfirmáció, akár szomorú temetés, emlékezés azokra, akik előre mentek. Céladományok legátumokra, a kittantáborra, a templom vagy tanúkia felújításra. Az egyház község főképpen önfenntartó, tehát az évek adakozásából él, egyházi állami támogatást bizonyos szempontból kapott, az 5000 alatti települések lelki pásztorait kaptak, havonta 30.000 forint támogatást, amelyet az első Orbán kormány vezetett be 2001-ben. Ennek célja akkor az volt, hogy támogassa a kis településen szolgáló lelki pásztorokat, hiszen nem csak az egyház, hanem az állam érdeke is, hogy megmaradjon a vidék népesség megtartó képessége, és ebben megkerülhetetlen szerepe van a lelkészeknek. A magyar kormány az elmúlt 2 évben emelte ezt a jövedelempótló támogatást. A megemelt összeget ma már a kormány rendelet szerint bármely gyülekezetben szolgáló rászoruló lelki pásztor megkaphatja. A jövedelmek emelését úgy kell végrehajtani, legalábbis ezt így felülről kommunikálják, és ugye ez még körvonalazódik tulajdonképpen. Igen, hogy ne csökkenjen a gyülekezet áldozatvállalása. De ne jelentse ez azt, hogy tulajdonképpen most úgy gondolják a tűvek, vagy egyáltalán ugye az egyháztagok, hogy tehát mert tulajdonképpen mondhatni azt, hogy az egyháznak nincs állami fizetése, egy konkrétan állami fizetés nincs. Tehát, hogy ne gondolják az egyháztagok azt, hogy, tehát, hogy áldozatot nem kell hozni. Tehát az áldozathozatalt úgymond, tehát nem nagyon érik meg akkor nyilvánvalóan, hogyha tulajdonképpen anyagilag minden rendben van. Ugye? Tehát a jövedelem emelését tehát úgy kell végrehajtani, hogy mindeközben ne csökkenjen a gyülekezetek áldozatvállalása. A magyar református rend és hagyomány az, hogy a közösség eltartja a lelkipásztort és családját, ez évtizedokon keresztül volt, nem beszélve a gyülekezet ingatlanjainak fenntartásáról. A választói hívekében felvettek száma jelenleg 300 fő, sajnos ez egyre inkább csökken, mert ahogyan a népesség fogy a településen, tehát ugye kevesebben vagyunk, az utóbbi időben sajnos sok olyan gyülekezeti tagot veszítettünk el, akik szükséges tagjai voltak a közösségnek, és ez elég nagy érvágás a gyülekezet számára. Tehát 300 fő körülbelül, de ebben sincs kiszámíthatóság, mert valaki minden évben kifizeti az egyház fenntartó járulékot, van, aki elfelejtkezik róla, és kimarad 1-2-3 év, van, aki ezt pótolja, van, aki hát nem. Vannak anonim reformátusok, akik meg vannak keresztelve, talán konfirmáltak is, de soha nem vállaltak áldozatot egyházukért. A presbitériumnak ezért kellett hozni egy olyan szabályrendeletet, hogy aki elhalálozott és református szertartás szerint szeretné a családtagot eltemetni, de nem fizette az egyház fenntartó járulékot, akkor 10 éve visszamenően ki kell fizetni. Ez nem retorzió, hanem azok védelmében történik, akik valóban
sokszor erejükön felül áldozatot vállalnak az Szentegyházért, gyülekezetünkért. Ezekből a bevételekből gazdálkodik az egyházközség, és próbálja végezni azt a sokrétű szolgálatot, amit elvárt tőlünk az egyház uralt. Református egyházközségünk ugyanis nem kiszolgáló, hanem szolgáló közösség szeretne lenni. Mai világunkban azt látjuk, hogy sokaknak csupán elvárásai vannak, és azt tartogatják, hogy miből van hasznom, vagy mi a hasznom abból, hogy én mondjuk a gyülekezet tagja vagyok. Tehát nagyon nehéz ezt így megmagyarázni, mert ezt tulajdonképpen nem érdem, hanem ez jutalma, hogy tehetem. Tehát nyilvánvalóan az egyháztag, aki hitében úgymond viszonylag, tehát növekedő tendenciát mutat, tehát hogy ő akar áldozatot vállalni azért a közösségét, és nem a haszonelvűség, tehát nem az, ami vezérel valakit ebben. Az igazi áldozathozatalra kevesen képesek. Nagy segítséget jelent számunkra, hogy 2007-ben létrehoztuk az alapítványunkat, a Tatabányi Református Templomét alapítványt, és hát pályázat útján többször nyertünk kisebb-nagyobb összegeket, akár az egyházközség vagy az alapítvány működésére, programok szervezésére, és akár épített felújításokra. És ezért tulajdonképpen nagyon örülünk annak, hogy egyházközségünk jelenlegi gondoka, ő gondoka, aki segít nekünk, és most polgármester úrról beszélek. Igen. Nagyon sokat segít abban, hogy ezek a pályázatok megszülessenek, és hogy tudjunk ezekből a pályázatokból profitálni, tehát nagyon sok pályázat volt sikeres, és éppen ezért nagyon ilyen szempontból, tehát főleg azon a téren, hogy egyház ingatlanjaink felújítása, nagyon sokat haladtunk előre. Tehát 2019-ben volt a templom felújítása, a teljes felújítása. Az egyházközség 2017-ben a vidékfejlesztési program településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, létrehozása, fejlesztése, stb. Energetikai konszentrés című pályázatán nyert a református templom felújítására, hát 46 millió forintot. És ebből sikerült felújítani, de azt tudnunk kell, hogy amikor elkezdődött a felújítás, akkor kiderült például a torony szerkezete, az teljesen le kellett bontani. Még jó, hogy maradtak azért ilyen támaszgerendák, mert nagyon rossz állapotban volt. Tehát több mint 200 éves a templomunk, tehát ugye ez is nagy dolog, hogy mi áll és fel lehet újítani. Aztán utána tovább folytatódott, ezzel párhuzamosan zajlott a parókia épületének tetőfelújítási, ablakcseré és padlóburkolási munkái, amely szintén pályázatútján sikerült megvalósítani a Tiszán minden egyházkerület közreműködésével. Ez a felújítás utó 15 millió forintba került. És ugyanakkor 2019 őszén elkezdődött a gyülekezeti háznak is az energetikai korszerűsítése. Ennek keretében a régi palatetőt lebontották és cserépen fették be az épületet. 2020 tavaszán folytatódtak a munkálatok az épület külső-belső felújításával, szigeteléssel és nyilányzárók cseréjével. Jelenleg a református ifjúsági és közösségi ház külső és belső felújítása zajlik. Több mint 30 év alatt gyülekezetünk létszáma sajnos a felére csökkent. Amikor idejöttünk a Tatarkányba, akkor majdnem 700 egyház fenntartó volt a gyülekezetben. Persze ennek ugye egyrészt a természetes fogyás miatt történt ez. Ugyanakkor az nem csak a természetes fogyás, hanem mondhatni azt, hogy a társadalomban kialakult olyan liberális gondolkodás, amely sokakat hát eltávolított az egyháztól, pedig lehetőség volt ugye a 90-es évek után, hogy mindenki bekapcsolódjon akár a gyülekezet életébe, és hát ugye a fogyasztói társadalom negatív hatásai, amit mi magunk is érzékelünk több évtizedet. Az a fajta magatartás, ami hát inkább az önzés felé és a haszonelvűség felé ugye vezeti a mai világunkat, és a normális kommunikáció hiánya,
és tulajdonképpen még ezt, ehhez hozzátársul a különféle frusztráció, az elmagányosodás, a munkahelyek, tehát hogy kinek mennyire biztos a munkahelyet. Ez ilyen szempontból nagyon összetett, és hogy a bizalom hiánya, amit én meg utóbbi időben megfogalmaztam, hogy nem egymásban bízunk, nem egymásra figyelünk, hanem nagyobb rész vagy a médiából, vagy az internet, ugye az, ami benne van az életünkben. A 2013-ig most éves jelentésben a férjem gondolatai ma is érvényesek, mert ő ezt mondta, így szó szerint, ne a körülményekre hivatkozzunk, ez a legkényelmesebb, hanem az adottságainkra, a lehetőségeinkre, a szívünkre. Az aktivitás ugyanis nem külső kényszer, hanem belső indítatás. Akinek felszínessé válik az élő Istennel való kapcsolata, felszínessé válik az emberrel való közössége is. Márpedig közösség nélkül nincs emberi élet, csak elszigetelődés, egyedüllét, társtalanság és magány. Ezek zárt kapuk. Lehet rajta dörömbölni, zörgetni, de csak egy kulcs nyitja a zárat. A Krisztusban kapott új lehetőség, új kezdet, az új ajándék, a szemléletváltás. Nem beidegződött módon viszonyulni az életterünkhöz, hanem produktív alkotó módon. Az alkotás pedig az ember egyik lehetősége. És ugye van itt egy idézet az egyik életünk, hogy a munka sok, a munkás oly kevés. Ugye, tehát ezt látjuk tulajdonképpen a gyülekezetünkben is, lehet, hogy a falu közösséget is. Ezt látjuk, mert nem csak pénzügyekről szól, hát persze tulajdonképpen amit mondjuk, az ahhoz is pénz kell a gyülekezet élete, hanem szól a diakóniáról. Tehát arról, hogy azok, akik már kikerültek, úgymond a gyülekezet közösségének a látóterében, hogy itt vannak közöttünk, de már nem tudnak eljönni a templomba, az ő látogatásuk, az idősek lelki gondozása és ugye a hitoktatás. Hát örvendetes lehetőség az, hogy tulajdonképpen most már ugye a hitoktatás az mindenféleképpen gyakorolható, tehát nem kell olyan köröket futni, hogy hát miért nem tarthatjuk meg a hittanulát, hanem igenis van rá lehetőség, örvendetes lehetőség, és próbálunk ezzel jól élni. A kötelező hitoktatásban 1-8-ig jelenleg 40 gyermek vett részt, az óvodán hitoktatás, mint most indult októberben, hát kb. 18 gyermeket számoltam, akik reformátusok, most kezdődött még el. Nyári hittantáborunk nagy népszerűségnek örvend, már hagyománya van, csak nem egy évtizeden megrendezzük, ebben az évben is pályázati félköz sikerült ezt megvalósítani. És vannak fiatalok, akik valamikor táborozóként voltak jelen, és most pedig már segítőként. És a táborozások kapcsán mondom azt, hogy aktívan közreműködtek, eddig is közreműködnek a helyi általános iskola pedagógusai, és ezért köszönet illeti őket, és az anyagi hátteret alapítványon biztosítja. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy a szülőket is próbáljuk bevonzani a gyülekezet életébe, a gyermekeken keresztül. És most egy pár adat. 2020-ban megkereszteltünk 6 gyermeket, konfirmációi fogadalmat tett 7 fiatal, házasságot kötött 5 fiatal pár, és 18 alkalommal kényszerültünk koporsó mellé, ez 2020, a vigasztalás evangéliumát hirdettük. Ebben az évben 15 szemét temettünk. Tehát tulajdonképpen megint csak azt próbálom erősíteni, hogy szemléletváltásra van szükség a mindennapokban, mert mindig azt hangzik el, hogy nincs idő, nekem ez nem kell, nem hiányzik, és látjuk a mindennapokban azt, hogy a testi-lelki jólét az úgymond összetartozik. Tehát ha valaki fizikailag tehát problémái vannak, vagy békétlenségben él, vagy hasonló dolgok, és nem törődik csak az anyagiakkal és a lelkével, nem, akkor az egy idő után jelentkezik az emberek életében. Hát én is már azért 62 évvel betöltöttem, és tehát mindig eszembe jutnak a gyerekkori emlékeim, hogy akkor a 60-as években tele volt a templom. Tehát itt azért, mert még az a generáció, akik református iskolában jártak, még jelen voltak.
És azért, mert volt lelki igény. Pedig nagyon nem olyan körülmények között éltek, mint ahogy most mi élünk. Ugye? Tehát, hogy mennyivel nehezebb helyzetben volt. Ugye persze mi ezt nem érzékeltük, mert ez nekünk az nagyon jó volt, amiben értünk. Tehát a megelégedettség, ugye? Tehát, hogy azért el kell jutni egy olyan szintre, hogy nem mindig csak, és sajnos ebben a média is ugyas, hogy mindig csak a negatív dolgot erősítjük fel, hanem lássuk meg azt, hogy mi a pozitív. Tehát a hála, ugye? Tehát a hála, ami egy olyan szó, amit mondjuk sokszor mondjuk talán, vagy tehát megemlítünk esetleg, de hogy nem mindig gyakoroljuk, ugye? Tehát aki hálás tud lenni, az annak az élete megváltozik, és az emberekkel való kapcsolata is megváltozik. De hogyha nem tud hálás lenni, hanem mindenért zúgolódik, akkor ez az elégedetlenség, ez nem csak attól függ, hogy most mennyi pénzem van, tehát nem az anyagiaktól függ, hanem a lelki állapotomtól. Tehát a keresztény értékrend, az ma is ugyanúgy érvényes emberi kapcsolatainkra és az Úristennel való kapcsolatunkban is. Az Istenben bízó ember felelősséggel tartozik önmagáért és embertársaiért, az Istentől eltávolodott ember csak önmagában bízik és lelki tartalékai hamar elfogynak. De ott van az életünkben a bizakodás, hogy a mi jelenünk, jövünk az Úristen kezében van, akkor nem azt emlegetjük, ami sajnos már gyülekezeti tagjaink is említenek, hogy hát ennyire kevesebben leszünk, ugye, de ez a negatív oldalas, hanem úgy végezzük a munkánkat, mintha lenne jövünk, ugye, tehát hogy nem úgy, hogy már velem lezárult, tehát, mert olyan nincs, hogy tehát, ha én már nem mondjuk, akkor az már jövünk, ugye, mondjuk akár egy egész életében, hanem mindig abban bizakodunk, hogy az Istennek vannak eszközei arra, hogy megszólítson olyanokat is, akik talán most még távol vannak a gyülekezet közösségétől, és én azt hiszem, hogy ha 2000 év óta keresztényekként élünk ebben a világon, akkor nem hiszem, hogy nincs jövője. Én ebben bízom, hogy a Taptarkányi Református Egyházközségnek is lesz jövője. Ezen a településen is megtartó ereje, kölcsönösen, ugye akárha arra gondolunk, hogy az önkormányzat és a felekezetek, tehát most a református gyülekezetről beszélek, jó kapcsolata is, tehát ez, én azt hiszem, hogy sokat lendít azon, hogy milyen a településünk. Köszönöm szépen a meghallgatást. Köszönöm szépen. Mielőtt esetleg volna kérdés, vagy hozzászólás, megkérjük Plébános urat is, és akkor a legfeljebb együtt a kérdése. Ki tetszik ideje? Itt egy asztalnál. Mondhatnánk, hogy fehér asztalnál, de nincs megterítve. Barna asztalnál. Fehér papír. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a polgármesterről és kedves képviselőket. Az elmúlt esztendőben volt alkalom, hogy találkozhattunk ilyen körülmények között. Korábbi években, ahol szolgálhattam, ilyen alkalom nem volt. Ilyen beszámoló találkozás az önkormányzattal és a helyi egyházakkal nem volt. De attól függetlenül tudtunk egymás életéről, és ha volt is elmúlt lehetőség találkozva, akkor ezekről mindig beszéltünk, vagy ha szükség volt egymás szolgálatára, akkor mindig tudtunk egyeztetni. Megköszönjük a lehetőséget, és hogyha esetleg ez a település lakosaiban is eljut, talán akkor egy pár gondolatot ők is fognak tudni közösségünkről, az itt működő felekezetekről. A Római Katolikus Egyház egy másabb rendszerű felépítéssel működik, mint a Református Egyház. Mi egy nagy világegyháznak helyi része vagyunk. A világban a Róma központtal működő Római Katolikus Egyház közösségének helyi tagjai vagyunk, amely a Magyar Katolikus Egyház közösségében az Egri Főegyházmegyének a területéhez kötődik,
és a egri, mindenkori egri érsek, főpásztor, a közösségek, települések legfőbb vezetője, itt jelen esetben Tenner Csaba egri érsekatyáról van szó, aki ha éppen ma egy hete járt Szerencse, ahol talán a híradásokból Észak-Magyarországból is olvashatták a híreket, hogy ünnepi szemlése keretében adtunk hálát, és az új használatban most már átvett plébánia épületet, a régi törőházat megáldotta a érsekatya, illetve a régi plébánia épület udvarán elhelyezett így mondom, kapszula tartó, tehát elhelyeztük a katolikus óvodának az alapkövét, és részt vett a Gulyai János Katolikus Általános Iskolán 10 éves átvételén, 10 éves jubileumi gálánján. Alapvetően a plébánosi dolog az, amelyik az egyház közösségeket irányítja, vezeti, az a főpásztor által kinevezett vezető lelkipásztor azoknak a településeknek a lelkipásztora, amelyek ugye rá vannak bízva, jelen esetben Szerencs központtal látunk el még másik öt települést, Ond, Bekecs, Taktaszala, Taktakenész, és természetesen nem utolsó sorban Taktaharkány településeket is. Itt tehát hat település lelkipásztori dolgaival vagyunk megbízva, amelynek elvégzésére van egy segítő társam, Pintér Pálint, káplánatya, segédlelkész, akivel látjuk el ezt a területet, és igyekszünk valamilyen módon megoldani és lehetőséget biztosítani a hívő keresztény élet, római katolikus keresztény élet megélésére. Takta Harkánnyal kapcsolatosan tudni kell azt, hogy önálló lelki pásztora tehát már évek óta nincsen. Ebből adódóan a közösség gyakorlatilag önmagára kell, hogy figyeljen, és a lelki pásztori vezetés csak segít abban, hogy a közösség vezetői, helyi vezetői, a képviselőtestület tagjai, a egyházközség képviselőtestületének tagjai irányításával próbálják itt megvalósítani a itteni keresztény életnek a dolgait. Természetesen őrájuk nem annyira a lelki pásztori dolgok hárulnak, mint inkább a közösség helyi tisztségeinek a betöltése és annak megvalósítása. Mint gondnok, mint pénztáros, mint sekrestés, és ebből adódóan ezek a tisztségek képviselői segítik a mi lelkipásztori munkánkat is. Tisztelettel köszönöm meg ezúton is nekik a szolgálatukat. A közösség életet abból a szempontból érdekes, hogy próbáljuk szinten tartani a lelki dolgokat, különösképpen a hitoktatásban igyekszünk jelen lenni, itt az iskola hitoktatást
kell fontosnak tartani, és segíteni a mai ifjúság életét, hogy valamilyen szinten eljusson a hit megismerésére, legalább egy alapvető szinten. Két dolgot szeretnék említeni. Az egyik az elmúlt egy-két év mindennapi életében, önök is nagyon jól tudják, hogy a pandémia, a vírushelyzet nagyon nehéz időszakokat hozott, különösen ott, amikor esetleg a karantén bennünket is érintett abból a szempontból, hogy istentiszteleteket, egyéb dolgokat, hitbeli dolgokat, hitoktatást is csak online rendszerbe tudtunk megvalósítani, és bizony ez nagyon sok gyermekhez nem igazán jutott el, hiszen még a tanítás is elég nehezen megy, mert nem biztos, hogy minden család és minden gyermek meg tudja oldani a számítógép, vagy a okostelefon, vagy a notebook, vagy egyéb más lehetőségeit, hogy a szülő oda tudjon ezekre figyelni, hogy a gyermekeik kövessék a tananyagot, a hitoktatással kapcsolatosan is. Itt tehát az egyik az oktatás vonatkozásában, a másik pedig a találkozások vonatkozásában volt probléma, mert esetlegesen mi próbáltuk föltenni online világba a fölvett szentmiség anyagait, de hogy mennyien tudtak ehhez hozzájutni, mennyien tudták ezt elérni. Én úgy tudom, hogy itt egy településen működő Kábel TV levette ezeket az anyagokat is. Úgy tudom, hogy talán egy-két ilyen lehetőség volt. Nem nagyon. Már nincs Kábel TV. Tehát a lényeg az, hogy ebből adódóan a lelkipásztori dolgok is egyre nehezebbek voltak az elmúlt másfél-két évben. Most lehetőségeink szerint újra nyitottak a templomaink ajtajai, a iskolai hitoktatás újra elindult szeptemberrel, hogy aztán hogyan alakul majd a jövőt illetően, ezt mi még nem tudjuk, szerintem a nagyok sem, de hát majd a helyzet, ahogy alakul ennek függvényében, kell nekünk is ezekhez az intézkedésekhez hozzáállni. Ebből adódóan a gyermekek fölkészítése, és főként az idősebb generációnak a félelme nagyon távol tartotta, és távol tartja még mind a mai napig az idősebb híveket, és ezért a szentmise, vasárnapi istentiszteletek és minden olyan egyéb kapcsolat, ami a közösségi élményt tudná lenni, távol tartja híveinket közösségtől is, így egyre inkább kevesebben éljük meg a hitben találkozás örömét. Az elmúlt esztendőben lezárult minden olyan felújítás, tatarozás, építkezés, ami az életünket jellemezte. Itt a plébánia épület rendbetétele volt célja, fontos belülről rendbe lett éve, és elkészült a fűtésrendszernek is a felújítása. Ebből adódóan az épület most ilyen szempontból rendezett, de természetesen, mivel nincs önálló lelkipásztor, üresen áll. Nem tudom, hogy a kántor lakrész, ami templom mögötti rész van, oda úgy tudom, iskolából lettek betelepítve, raktározás céljából székek, asztalok, egyéb dolgok, hogy az még ott van-e, raktározós
Hanem majd rákérdezek, mert akkor valószínű, hogy ott is egy kis felújítást elkezdeni, majd gondolkodni. De egyelőre ennyi, ami a felújítás, vagy tatarozásnak az eredménye, seményei, amik voltak. Statisztikai adatokat összehasonlítás képpen szeretném elmondani, hogy a 2020-as esztendőben 33 gyermeket kereszteltünk egész esztendőben. Ebben az évben ez a jelenlegi állás. Napra készek vagyunk az anyakönyvezéssel, 26 gyermek, és úgy néz ki, hogy a hétvégén is lesz itt keresztelés, tehát esetleg azt is hozzá lehet számolni, majd 27. Az elmúlt esztendőben 28 temetésünk volt, az idei esztendő eddig 26 elhunytnak a temetéséről szólt. Bérmáltak, mind a két esztendőben volt bérmálás, 2020-ban 5-en, a jelenlegi esztendőben pedig 7-en bérmálkoztak a 8-os nagyobb gyermekek közül. Ez a bérmálás ezt természetesen összevonta, működött, és szerencsen volt megtartva. Esküvő 2020-ban 2, az idén egyetlen egy római katolikus esküvő volt, és első áldozóknak a száma volt 2020-ban 7, az idén pedig 9. Ennyi statisztikai adatot tudok elmondani a mostani helyzetet illetően, de mind a tavalyi, mind az idei elhalálozásoknak a számában érezhető volt a koronavírusnak a jelenléte. Különösebben mást én most nem gondoltam közvetni, esetleg kérdések adódnak szívesen. Köszönöm a figyelmüket. Nagyon szépen köszönjük Lévánok úrnak is. Ugye nem kívánjuk feltartani a lelkészeket, de ha van kérdés, akkor tegyük fel. Igen, bocsánat. Egy kérdésem van a Préváros úr, említette többször is, hogy itt nincs önálló lelkész tartalakányban. Ennek mi az oka és mivel tudnánk esetleg segíteni ezt, vagy attól, hogy mi... Hogy... Ön szerint mi az oka? Hát... Ötletem van, hogy kevesen vannak lelkészek. Legfőképpen, igen. Mert én a szakmám területén is hallottam, tehát én tudok arról, hogy kevesen vagyunk, de akkor úgy látszik ez ott is problémát. Minden szakmában. Két dolog az, ami előtt a háttere. Az egyik, hogy például ebben az esztendőben az egyik szemináriumban egyetlen egy első sincs. Melyikben? Az egyben? Igen. Tehát nincs elköteleződés, illetve hát azokból a családokból, ahol nincs ítélet, onnan nem kapi hivatás sem elindulni. Tehát egy elvilágiasodott világban ne akarjuk várni olyat, hogy fejet a teljére állna a világ. Ahol nincs hit, ott nincs hivatás. Ennyi. Ez az egyik dolog. Másik, a mai fiatalokban nagyon kevés elhivatottságban bármi irányban is. Ugyanez a családi élet vonatkozása, ugyanez a különböző hivatások elköteleződése, és hát a bérnői taktaharkányban a lakosság összetételét is tekintve, ugye ezen a vidéken
egyre nagyobb a kisebbségnek a jelenlételi száma, ahol a szellemi és pszichikai problémák még inkább gondok jelentenek. Noha vannak cigány papjaim természetesen, mert hál' Istennek adódik, de nem sok. És az elköteleződés egyre nehezebb. A harmadik dolog pedig, hogy anyagilag is, ugye a mai fiatal az szeret jól élni. Nem csinálna semmit, de a marka meg a zsebetele legyen pénze. Egy egyházközség, amit államilag nem támogatnak, egy egyházközség, ahol magának kell a lelki pásztornak előteremteni a mindennapi rezsitől, felújításon át mindenhez a dolgokat. Egy olyan közösség, ahol nem támogatja egyházi hozzájárulással, adóval, egyéb dolgokkal, versenypénzzel, adományokkal a közösséget, ott nincs olyan lehetőség, hogy a közösség tudjon fizetni és fenntartani egy önálló lelki pásztort. Tehát nagyjából ezek azok a hátterek, amik legfőképpen problémát jeleznek. A napokban beszéltem egy szerzetes atyával, misszionáriussal, Verbita atyával. Afrikában töménytelen mennyiségű szerzetes és papi hivatás indult el, és ezek előbb-utóbb ide Európába fognak megérkezni. Úgyhogy körömbe például már két színes bőrű atya, Verbita atya tartja az ottani közösség lelki pásztorjait. Tehát igazából ezt tudom mondani. Pár évvel ezelőtt még Selevi István érsek atya idejében többen is bekerültek, bementek teni közösségekből, Bébániákról, miután kiderült, hogy újabb lelki pásztort nem fognak kapni a helyezések idején, és hogy hát miért nem. És akkor érsek, hogyha rámutatok néhány szekrényre, és azt mondom, hogy már meg, melyikből akasszak le néhány lelki pásztort. Mert raktáron ez sincs. A másik pedig azt a kérdést jogosan teszi föl, hány papot adott az egyházközség az egyháznak. És mit jelent az, hogy Verbita? Az egy misszionárius szerzetes rend, latin nevükből adódó. És milyen feleteget? Rómaikat? Természetesen. Hm? Hogy? Verbum, igen. Isten Ége Társaság, ez a magyar fordítások. Igen. Tehát, hogy hány papot adott például egyházban a közösség, egy település az egyháznak. Jó, hát ilyen és hasonló képzésekre kellene aktív tevékeny, hogy kézzel fogható választ adni, akkor tudjuk a Köszönjük szépen. Épp azt számolgattuk, hogy nem emlékszünk, hogy katolikus papot adtunk volna, de református már hármat sikerült összeszámolni. Ezért van egy református lelki pásztor. Hát nem csak amilyen. Jó. Szeretnél még valaki szólni? Hát ha nem, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy idén is elfogadták a meghívásunkat, és akkor a együttműködés, jó együttműködés reményében. Isten áldását kívánjuk a helyi egyházközségeknek. Köszönjük szépen, és további jó értekezést kívánok. Köszönjük szépen.
és te lányom, miért megjövök az ügyet, most beültjük. További. Sziasztok! Hát is még is. Határozati javaslat a gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról. Ezt ugye minden éven látjuk, minden éven 15 évre hagyjuk jóvá. Lényegében mindig az utolsó év ugrik egye, és akkor a közelebbiek azok, amelyek jobban láthatók. Itt van előttünk két anyag is, bár ha az emlét nézzük, csak nagyon egyformán tűnik. De ha a vonalkódot nézzük, akkor az egyik 83-as, a másik 84-es terüljük. Így derül ki, hogy nem ugyanaz. Erősen hajadnak egymásra. Vagy ha belelapodunk, akkor már látszik, hogy az egyik a nivóvíz, a másik a szennyvíz. Hát elolvastam az első lapotunk, ez ugyanaz, mint a másik, és reklamáltam a jelző végén. Kettőt kaptál, igen. Hogy kettőt kaptál, igen. Először nem csak azt hittem, de... A rövid távot a 2022-re gondolja, tehát ez ugye valójában mindig, amit látunk, hogy mi lesz jövőre. A többi azok csak ilyen tervek, elképzelések, célok, hogy mi lesz közép és hosszú távon. És ugye a víziközműágazatról is beszélhetnénk majd hosszan, hogy milyen jövő látszik a víziközműágazatnak, de hát most ezzel ne terheljük az ülést, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi lesz 15 év múlva. Lehetőséget kapnak most az önkormányzatok arra, hogy aki szeretné, átadhatja a vagyonát, és akkor onnantól jövő állami működtetésbe megy. Tehát egyelőre még maga a Borsod Víz, ami minket szolgálta, az a cég még talpon áll. De ugye ennek semmi más oka nincs, a bevétel és a kiadás különbsége. Miután 2012-es áron van bevétel, azaz a rezsidíjak megálltak 2012-es áron, addig a kiadás az minden éve, ha más nem is számolunk, csak a béreket, az folyamatosan ugye a minimálbér emelkedésével tolja fel az egészet, növekszik. És ugye itt kell meglátni a különbözetet. Ezt általában az állam ki szokta pótolni, hogy körülbelül kijöjjön nullára, valahogy úgy történik, mint tavaly, amikor kevesebb volt a kipótlás, és akkor ilyen önkormányzati úton történt meg. Idén úgy tűnik, hogy a központilag átadott kipótló összeg az elegendő.
nem tudjuk még a részleteket. Azt viszont látjuk, hogy Tatra-Harkány és Tatraszalona vonatkozásában 43 millió forint áll rendelkezésre 2022-ben ivóvíz, felújítás, pótlás, ebből felújításra 8 millió 600 ezer forint, pótlásra 34 millió 400 ezer forint, szennyvíznél pedig 28 millió 900 ezer forint, ebben van beruházás és felújítás pótlás is. Na most aztán itt, ha a részletekbe belemegyünk, akkor vannak itt mindenféle álmok, célok, nyomásfokozó gépház, Tatraszalonán bizonyára nekik fontos, víztorony teljes építészeti, gépészeti felújítása. Ugye látszik, hogy ezt 2034-re tervezték, ugye hát akkor lesz 50 éves körül a víztorony. Meg én is. De már talán nem lesz előtt. Hát igen, vízbázis kezelés, ivóvíz. A szennyvíznél már érdekesebb a helyzet, hiszen ott 2027-től 36-ig tervez egy 105 millió forintos felújításra. Mondd el annak mi a neve. A 105 milliósnak? Igen. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása. Ez a neuralgikus pont hosszú évek óta, és a terv szerint ez ismét elodázásra kerül 27 kezdődéssel. Elhiszem, hogy hatalmas összeg ez a 105 millió forint, de mindennapi probléma ez jelenleg a községünkben. Továbbra nyúlik az egész. Tökéletes ennek az aknák? Igen. Lehet, hogy mire 27-hez elérünk doktorról, azért rakunk a fundament az aknák. Tehát nem felújítás kell, hanem újjáépítés. Ugye most nézem az aknát, hogy írja, hogy új műanyag bevonatos hágcsókat beépíteni. Ahhoz, hogy új hágcsók tudjak beépíteni, az el kell a falat, el kell kezdeni verni szét, meg le kell vágni a régit, az újat valahogy be kell sügyeszteni, mert annak teherviselő fény van. És utána akkor megint a anyag gyengül. Na de a héten lesz egy megbeszélésünk egy bizonyos kérdésben, akkor ezt úgy csak tegyük itt az asztalra, 5 centivel odébb toljuk, és akkor jegyző elmondja. Amit tud el. Kérdezzek már így van. Mi az a... Nem, hát erről mindjárt foglalkozunk. Csak ja, másik. A neves képviselő a hozzávalóit. Tehát pontosan ehhez kapcsolódik. Gyakorlatilag ez ide kapcsolódik rá. Ja, értem. Ez összesen később lett volna a témája, de azt az 5 percet előtt. Mint tudjuk, hogy a Zrínyi utca, és ugye, hogy van ez a... Hát gyakorlatilag Dózsa, Harangor, József, ez a magas számú csatorna, ami problémás. Ugye itt sok-sok tárgyalás volt itt a háttérben, tehát mi ezt dolgoztunk a borsodvízzel, a kivitelezővel, és ugye elmegy a mutogatás, a kiaívás, mindenki másra mutatja, hogy ki a hibás. Mi ezt nem tudjuk eldönteni, nem vagyunk szakemberek, tehát mi ebből nem tudunk kilépni. Felvettük egy tárgyalást egy ügyvéddel, egész jó menő ügyvéddel. Én elküldtem neki az iratokat, amik rendelkezésre álltak, ő átnéztem, és amit mondta a polgármester, hogy szerdán fog érkezni ide ügyvéd úr, és elmondja a javaslatait. Én telefonon keresztül beszéltem vele, és azt mondta, hogy az iratok alapján nagyon nagy esélyünk van arra, hogy mi ezt megnyerjük, úgyhogy ő hajlandó beleállni, én csak olyan ügyvéd fog beleállni, ami számára úgy néz ki, hogy megnyerhető. Nem szeretne vesztes ügyet, úgyhogy valószínűleg lesz ügy belőle. Én szeretném kérni, hogy esetleg a képviselőtestület ezt megerősíteni egy határozattal, hogy igenis indítsuk meg ezt a pert, mert a pert nem lesz egy olcsó őrmulatság, tehát az ügyvéd úrnak az a javaslata, hogy előzzünk meg mindenfajta szóbeszédet, meg tegykát, meg tehát menjünk elébe az ügynek. Ő azt szeretné, hogyha felfogadnánk egy szakértőt, és a szakértő megállapítaná azt, amit már amúgy is mi tudunk, hogy milyen állapotban vannak az aknák, és már ezekkel a dokumentumokkal induljunk neki a bíróságnak, mert akkor nem fog elhúzódni várhatólag az ügy olyan sokáig, mint ahogy el szokott húzódni. Így is lehet, hogy el fog húzódni, remélem, hogy 27-ig nem, de el kéne, hogy indítsuk az ügyet.
Egy év legalább lesz. Egy év biztos, hogy lesz, tehát azért ismerve a kivitelező Mentu Kft-nek a hozzáállását, szerintem ők igencsak messzire el fognak menni. Ott is van pénz a háttérben, tehát meg fogják keresni az összes kiskaput, amit csak meg lehet találni. Ugye itt már a garanciális időből kifutottunk, itt már csak a szabadossági igényt tudunk érvényesíteni, és azért meglehetősen bonyolult lesz. De mi azt szeretnénk, tehát hogy ügyvéd úrral beszéltünk, hogy mi a Mentu Kft-t bepereljük, reméljük, hogy megnyerjük a dolgot. Aztán, hogy a Mentu Kft. Mit fog csinálni azzal a beszállítóval, aki az aknákat készítette, mert ő ezzel védekezik, hogy olyan aknát épített be, amit kapott. Amit kapott, amiről még bizonylata megvan, tehát elméletileg annak meg kéne, hogy feleljen annak a feltételnek, amit előírtak. Itt majd megy a vita, hogy ők azt építették be, amit kaptak, de minket ez nem fog érdekelni, mert mi a Mentu Kft-vel akarunk pereskedni. Mi azt akarjuk, hogy a Mentu Kft. Ezt javítsa ki, ami megint nem lesz egy egyszerű feladat, mert még a felújítás vagy a javítás fog folyni, annyira is kell a személyi szolgáltatásnak működni, ugye egy külön ezeket kell majd kiépíteni, tehát ez is pluszban növelni fogja magát a költségeket. Úgyhogy én kérném a képviselőtestületet, hogyha egyetért ezzel, hogy indítsuk meg ezt a fert, áldozunk rá, ez nem lesz egy olcsó, tehát egy ilyen szakértő nem... Sosper kávé mennyi? Nem tudom, hogy mennyire tudjuk, de milliós tétel. Tehát ezt nekünk meg kell előlegezni, hogy ha megnyerjük, akkor persze a pénz az visszajön. Most mondják, 6 millió. Hát ez nem könnyű. Ezt nem tudjuk, hogy a szakértők mennyire tudjuk dolgozni, de elég sok aknát érint. Tehát itt minden aknát meg kell vizsgálni a utána következőt is, meg kell vizsgálni a csillvezetéket, itt azért vizsgálatokat kell folytatni, a fepot meg kell vizsgálni, tehát elég összetett ezzel a vizsgálat. De én azt mondom, hogy indítsuk el, tehát mi nagyjuk adni a tárgyat, több százmillió forintos betöltásról van szó, és nem működik a rendszer. Tehát ilyen hamar nem kellene, hogy tömjön a hülye vár. Hát a szépen, nem? Nem tudom, azt már beszéltük egy itt ebben az esetben, ugye legelőször egy műanyag aknák voltak magára a pályázatban. Igen, beszéltük. És ugye ennek ellenére betonaknák vannak megépítve. Ugye itt is ez is kérdéses, hogy hogy kerültek ide a betonaknák, ki engedi ezt azt, hogy egyáltalán a betonaknát be lehet építeni. Ugye vannak dokumentumok, de olyat nem találtunk, ami akár a képviselőtestület, vagy a polgármester, vagy bárki, már a megrendelő részéről ezt jóváhagyta volna. Sok kérdés valamit meg kell majd vizsgálni, és ezt a bíróságnak el kell dönteni, hogy ki hibázott. Igen. Aki ezt a gördülő fejlesztési tervet készítette, azt tud ezekről a problémákról, mert nekem nem úgy tűnik, mert itt olyan középtávú terv van, meg jó pofán le van írva, hogy a szennyvízelvezető és tisztító rendszer általánosan megfelelő, üzemképes, viszont aki állapota nem indokolja itt a pótlást, illetve a fejlesztést. Itt túl sokáig nem lehet várni ezzel, és javaslom, hogy ne a kifogásokat keressék a Mentu Kft-nél, hanem valamilyen a József Attila utcára, ott találnak mást is, ha szép időben felbújjak a fekália a dombtetőn. Hát én azt mondanám, hogy itt ugye ugyanakkor leírja a borsodbízisebb a fejlesztést, hogy kőtörmelék miatt ment tönkre a homokágy. Hát honnan került kőtörmelék abba a homokágyba, ami tönkretette? Nyilván abból is, ami elgondolkoztató az az, hogy itt a nagyobb termelésnek köszönhetően mentek tönkre azok a aknák, amik ugye ott vannak, ahol befolyik, átfolyik a szennyvíz tartószazáron, de még van a többi aknával is. Én ezt ezen gondolkodtam, azok valószínűleg ugyanabban a betonból készültek, mert mitől lenne jobban? Na most az lehet, hogy nem nincs még annyira a termelésig, amit ezt szétfonnak, de valószínűleg azt is szétfonnak előbb-utóbb menni, és akkor az egész településen probléma lesz ez. Ezért mondta a jegyző, hogy végig fog járni a szakért, és minden aknát meg kell nézni. Jelen állás szerint csak a négyes átemelőre ráhordó sorra van kiva, mert nyilván annak okozottabb a terhelésre. A taktaszálára átérő szennyvíz, az mire átér, már egy része elkezd rohadni, annak magasabb szulfid tartalma van, és nyilván nagyobb igénybevétel gyakorol a betonaknára. Na most ezt egy műanyagaknára valószínűleg nem gyakoroltak annyira, mint a betonra, vagy egy olyan betonra, amit valóban úgy készítenek el, amiről a műbizonynak szól. Legalábbis mi így gondoljuk. Na de akkor ilyennel még a Mentu Kft-nél találkozunk, mert gondolom azért a pályafutások alatt nem ez az első szennyvíz rendszer, amit kiépítettek.
Első. Akkor kitalálta meg ezeket egyáltalán, hogy mindenféle referencia nélkül mi alapján bízták rá ennek a településnek, illetve a két településnek a szennyvíz elvezető rendszerének kiépítését. Azért nem az én aláírások szeretem, úgyhogy erre nem tudtál. Ez olyan, mint a posztinol esemény után felesleg, és nem fogunk erről beszélni. Már megtörtént, most már csak kárenyítés lehet. Na, de ez a gond ezzel, hogy akkor ők mindenféle tapasztalat nélkül várják szemben. És akkor az alvállalkozók között gondolom még annyi tapasztalat sem volt, mint annak, aki ezt megkereste az alvállalkozót. Csak már nem volt. Hát alvállalkozók között azért két csapaton látszott, hogy komoly a szakértelemmel rendelkeznek. Az egyik volt a Tapsahatyányi Székhelyi alvállalkozó, illetve volt még egy másik, egy műsorci alvállalkozó, akin látszott, hogy viszonylag profi, de egyik se azt a részt épített. Most ez a gördülő fejlesztési terv jóváhagyása, ez jár valami kötelezmény a kormányzóknak? Ott van a másik. Annyiba jár, hogy a 22-es a lényeges, hogy a használati díjból, amelyet ugye Borsodvíz fizetne nekünk, hogy használja a csövünket, azt visszaforgatjuk, törvény szerint azt csak felújításra, beruházásra lehet visszaforgatni, és azt ezekre a célokra fordítjuk vissza, ivóvízgépház külső-belső felújítása, nálunk taktaszanál pedig nyomásokozó gépház felújítása, a szennyvíznél meg pont most emeltet ki, hogy a homokágynak a cseréje. Ez a használati díjból visszaforgatott összeg. A többi az meg látszik, és hogy elsősorban a pályázati bevételre várnának. Majd gondolom jövőre is lesz valami, amit majd a 23-ra, ilyen valami, amit majd akkor lesz sürgős, és csak annyi összeg erejéig, amennyi a használati díjból be tud forintni. Nyilván itt, ami pályázati forrás, vagy nem tudom, egy olajkotat nem fúrunk, és akkor abból nem lesz komolyabb önkormányzati bevétel, addig ezt nem tudjuk mi megfizetni. Hogy kérdezzek már valamit, mert nekem eszembe jutott, és az emlékeimben úgy él, hogy hallottad szó, hogy kút lesz hullva. Még egy kút? Ivóvíz kút, persze. Én arra emlékszem, hogy 2020. októberig meg kell volna fogni. Igen. Arról... Hát ez a jövőjére vonatkozik, úgyhogy... 2020, nem úgy. 2020, nem úgy. 2020. októberig meg kellett fúrni. Jövőre szóló. De volt van az a kút, mert ugye az volt, hogy mangános az a kutunk, és ahelyett lesz az a kút, ami nem mangános. Van, nekem is és ne kelljen, tehát most ha azt mondom, hogy az anyám teljes rendszerét ki kellett mosni, bojlert 3 havonta, és olyan büdös, mint a dög. Szóval nálam is van a víznek szaga, de még elviselhető. Tehát mi van ezzel a kúttal? Mert ezt meg kell volna fúrni októberig. És ott benne volt az előző, nem tudom én milyen terve. Döntetős fejlesztésű terve. Hogy miért nincs ez, és miért nincs... Csomagurult az volt a baj. Igen. Hogy miért nincs itt... De ha emlékeztek, arról kaptunk egy levelet. Igen. Arról kaptunk egy levelet, hogy ez 21-ben valósul meg, és információ szerint... 21 márciusig. Hát nem márciusig, de most mostanában elkészült el. Elvileg van már egy új. Jaj, ezt láttam. És a működőképes kutunk? Nem, elmondom a dolgot, hogy akkor értesültek el róla. Volt egy probléma az ivóvízzel. 2-3 hete a állomás másik oldalán. Elsősorban a gyöngyvilág megy az ivóvízi oldalra. Még azt mondták a lakosok, hogy valami édesködőt is láttak a vízben. Hívtuk az ANTS-t. Gilisztát. Igen. Mi volt benne? Vettünk több helyről ivóvíz mintát, és nagyon korrektek voltak, de Miskolci elnézetet, igen, bocsánat. Tehát több helyről vettünk, magánlakásokra is bementünk, vettünk mintát 5 helyről, és megjöttek az eredmények. Az eredmények alapján az ANTS azt hozta ki, hogy maga az ivóvíz minősége, mert ilyen tűzcsaptól, kinti csaptól is vettek, ott tökéletes volt az ivóvíz minősége, a probléma, a magánlakásoknál lévőknél, meg az óvodában is ott volt a probléma. Tehát ők kiszülték, hogy a víz jó, maga a rendszer, a vízóra utáni rendszer rossz. Na most mi most hétvégén az óvodánál, a megyeszői óvodánál egy nagy felkötelítést végeztünk,
60-80 liter hipót engedtünk bele a rendszerbe. Átostuk a rendszert. Most egy 2 köbméteres puffert tartály, tehát nyilván abban könnyebben. Most mutattam a polgármester úrnak a videót, a mosatás után indult el, tehát ilyen színű víz jött belőle. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Nagyon fekete víz, tehát több órán keresztül engedték belőle így, hogy teljesen tiszta lett a víz. De mondom, tehát 60 liter hipót engedtünk bele a rendszerbe, benne áll több órán keresztül. Tehát valószínűleg ugye az ivóvízrendszer a lakásokon belül már elavultak. Itt ugye milyen régi kormányzó csövek vannak beépítve, és ugye... Nyilván nem minden lakásnál. Nem minden lakásnál, de a magánlakásoknál szintén ez volt a probléma. Tehát nem mondom, hogy most neveket, hogy hol vettük ezeket a mintákat. Ugye ott a rendszer azt írta elő, hogy mosatni kell a rendszert. Tehát ezt ők javasolták, hogy a magánlakásoknál is ezt a mosatnást, a hipós mosatást meg kell csinálni. Tehát kizárják a vízórát, tehát kikapcsolják, tehát ott elzárják, és ott engedik rá a rendszer ezt a hipós vizet. Állni kell benne, és utána át kell mosni a rendszer. Akkor annyit mondjak már el egy dolgot. Az édesanyámnál 2 szűrő volt beszerelve. A 2 szűrőben olyan sárga lötyi volt benne, amit azt mondja, mikor áprilisban cseréltem ki, mostan ki, új szűrőbe. Tehát ez a trutyi, ami belekerült, ez a közvízből ment, gondolom csőtörés volt, nem tudom, ezt a sárga lötyöt benyomta. Na most kérlek szépen, én kértem ezt, hogy hipóssal mossák át édesanyámat. Azt mondta a vizes, az új vizes, most nem teszem be a nevegye, eszembe fog jutni, hogy ő azt nem javasolja magánlakásokba. És az én anyám rendszere nem hosszú és új, vagy ma elmondanám, hogy új, meg hát az órákat is most csinálták, most azért könyörgöm. Ez szóít órán most volt csinálni. Ez szóít. Tehát ők, amikor javítják, akkor valahogy nem tudom, nem értek hozzá visszatilag. De azt a sáros, lötyös, nem tudom én milyen, a tűzcsapokon engedik már ki, és ne engedik be a családi házadba, a boilerba, meg a többibe. Mert ugye, szóval ez az igazság, hogy az abban van. Az óvodában is valószínű, hogy az nyomódott abba bele, mert az nem igaz, hogy 3 hónap után megint újra kellett a boiler. És tök fekete volt, és olyan büdös, mint a dögsz, amikor bemegyek az édesanyámhoz, mintha koszos lenne az anyám. De ezt nem fogom csinálni, hogy 3 havonta, ez az ő hibájuk. 3 havonta hívok szerelőt, akinek fizetek, nem mondom meg, hogy mennyi, nem így többet fizetnék, hogyha. És akkor ez a hiba, ő miatt jutott. Mossák ki, amikor szerelnek valamit. Engedjék a tűzcsapot, ne spóroljanak. Én, ott van Jakab Dezső, szomszédom előtt az a tűzcsap. Én nem tudom megmondani, hogy mikor engedtek ők ki vizet a tűzcsapot. Pedig amikor a miénk volt még, akkor azok jöttek évente, nem tudom én, 2-szer, és tele volt az én árkom vízzel, hogy kimosták a rendszert. Most ezt nem látom. Úgyhogy ezt érzékelmes lehet, hogy szólni kell nekik, mert ez így dobják a lapot. Amit hozzáfűznék, az egyik, ha van egy szakvélemény az INGS-ről, akik ezt leírták, hogy véleményük szerint a magánszemélyek belső vízrendszerében van a hiba, a víz amúgy jó, akkor ott kell egy pontot tenni, ezután bárhová fogsz menni, akkor el fognak küldeni, mert van egy szakvélemény, ami ezt mondja ki. Ez az egyik. A másik dolog, abban az esetben, hogyha én a belső rendszeremet szeretném átmosatni, úgy ahogy most mondtad, kihez kell fordulni, kitölti föl, mert amikor azt mondom, hogy óra után megvontani a csapot. Ezt gondolom csak a szolgáltató ki. Vállalkozó. Most is csak az óráig szolgálat. Utána már óra után fogom magam, lezárom a golyós csapot, lesavarom a csatlakozót, elhívok valakit, akinek van mondjuk 3000 literes tartály, most csak, mert az előbb 3 köbméter. Azért van egy hatalmas nagy tartály. Tehát, hogyha most azt mondom, akkor abban van egy tartály, aztán ráteszem, abban belerüljön. Ez még nem jelenti azt, hogy nekem az emeleten, ami mondjuk 4 méter magasan van, ha adok valamit, oda fel fog menni az a víz. Mert nem fog felmenni, mert mivel ez alul van, az nem fogja felmenni nyomás nélkül. Ezt el kell nyújtani, tehát ez egy szivattyú. Tehát ennek mondjuk egy ilyen rendszernek a feltűtlenítése elvileg műszakilag sem egyszerű, és szerintem
így is egy húzós dolog, mert még nem is hallottam róla, hogy van ilyen vállalkozó, aki ennel foglalkozik. Még helyben is van. Így vállalkozóval csináltatok, mi is most azon áll. És mennyi lehet egy ilyen költség? Nem tudom. Vagy egy lakásra. Pár tízezer forint, százezer forint. Tudni kell, hogy hogy állítják be hívót, azért csak behez. Érdekes az egész. Szakember kell. Meg azt is el lehet tényleg képzelni, hogy van egy 50-valahány éves kormányzott csőrendszer, annak a fala már elkezd rozsdásodni, amikor van egy, egy víznyomás hiány, csőtörés, akkor még levegőt is kap, még jobban korodál, utána belemegy a víz, ezután azt le fogja rakni arra a helyre, a bojleredbe, a szűrődbe, azt a vasoxidot, ami benne van. De azt tudni kell, tehát mondom, közkutatról, tűzcsaptól is vettek, és ott meg jók voltak a vízminták. Tehát ebből jött a következtetés, hogy valószínűleg a magánlakásoknál, tehát így az óvodánál, megtalálták a két magánlakásnál, ahol bent volt. Igen, azt tisztult. A nyomásod. Hát elkezdem gondolkodni nekünk. Mondja, de most valamit akartál mondani. Nem csak az életkorát mondtam, mondjuk akkor a 35 éve építkezett lakásoknál is. Vagy a 25 éve, mert ott azért a gyöngyvirág az a része, az ugye, vagy az állomástól tulajdonképpen, vagy a külső rész, az azért 30, maximum 40 éve építkezett még. Lehet, hogy 60 épült ki a vízrendszer. Na, hát de akkor sem biztos, hogy mindenkinek egy volt, azért ott a Kazinci részen is később, tehát azért akkor ilyen 40 éves vízrendszer családi házaknál arról beszélünk, akinek esetleg nem volt közben, hogy nekünk volt valahol csőtörés, tehát mi kiváltottuk 25 éve teljesen máshova, de akkor is, hát most akkor... Jó, hogy csak arra felmondom, hogy ez akkor most... Persze, akkor most kezdjük el, hogy nekünk is kártassa be. Most érted, mert akár igen. Igen, az eddig tudtunk. Jó, most én csak kérdezik. Nem kell, csak ott, ahol érezhetően problémás. Büdös, mondjuk. Nagyon büdös. Tehát ilyen feltelmes. Hát csak meg kell nézni a videót, már egy több órán keresztül. Tehát elkezdték reggel 8-kor, akkor délután 4-kor még ilyen vízőt elégítették az óvodában. Érted, mert ez nem úgy van. A lakos fogja, és beszennyezi a saját vizét. Ez valahonnan jön, ez a sárga trutyi. Egy löszös izé, na, ez valahonnan jön, nem tőle. Tehát a víz pang a csőben, tehát nem használod a vizet teljesen, tehát egy olyan egész vízet, amikor nem használod, abban a vízben vannak organizmusok, azok beindulnak, ugye reakcióba lépnek azzal a organizmus csővel, stb. Stb. És ebből elindul egy folyamat, rozsdásodás, magnézium, kiválás, stb. Stb. És ez rakódik, mint ahogy a koleszterin ugye a vérben rakódik. Tehát ez nem úgy van, hogy belekerül, ez benne van. Csak ugye reakcióba lép a képen meg egymással. Nem teljesen így van, úgy is van ez a dolog, hogy csőtörés van, megcsinálják az óvod, belekerül az összefos, tudja ez éve, és ha nem engedik ki a tűzcsapot, valamikor, mert pénzbe kerül ugyanis. Pénzbe kerül. Valamikor... Nem kerül pénzbe a tűzcsap kiengedése. Ez inkább most az megoldása. De a víz az igen, amikor engedik, hogy tudják, hogy engedik. Legyenek szívesek többet szellőztetni és többet mosni a nagyrendszert. Ennyi. Szóval, hogy kessék a vízét, hogy engedjük ki a vízet, mert szervezik a vízet. Még a mi kezelésünk volt, hogy kivetnek. Nem engedett valami vízet. Visszatérünk a bőrkövő fejlesztési tervezetbe. Nem biztos, hogy egy egyszemélyes háztartás. Most akkor a beszélgetések abban maradnak, akkor kérdem, hogy az ivóvízre vonatkozó gördülőfejlesztési tervet elfogadja a képviselőtestület. Igen. Köszönöm szépen. Hangulag elfogadjuk. A szennyvízre vonatkozó gördülőfejlesztési tervet elfogadjuk. Igen. Köszönöm igen, szépen. Az a fejlesztéset. Elfogadjuk. Fejjelentést és... Lehet, hogy a megyemekben jobban illet volna, de akkor már most tartjuk meg a szavazást. Hozzájárul a képviselőtestület ahhoz, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos általunk vélt hibák feltárására és a hibázók megtalálására pert indítson az önkormányzat kivitelezővel szemben.
A fizsám hozzá vagyok. Igen, értem. Szépen. Akkor ezt is. És amikor indul meg az operasztályon? Szerdán. Szerdán. Akkor fog megindulni. Hát akkor megbeszéljük a részleteket. Megkeressük azt a szakértőt, akit bevonunk ebbe az ügybe. A szakértő elindítja az eljárás, és amikor megvan minden bizonyíték, akkor indítjuk be. Tehát még a szakértőnek is szerintem egy-két hónap kell még ugye magát az eredményt szerintem. Igen. És kaphatunk folyamatosan. Persze. Akkor legyen egy kis ide. Jó. Egy harmadik napi rendi pontunk. Határozati javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszer adatkezelési szabályairól. Ezt a kedves szabályzatot jegyző írta, úgyhogy a részletekben ne is avarhatunk. Mint látni, elég sok kamera van már kihelyezve a településen. Elég sok mindent látunk, és ez a hiányosság még fent állt, hogy nem rendelkeztünk megfelelő szabályzattal. A rendőrséggel egyeztettem, a rendőrséggel közösen született meg ez a remekő. Így jön maga? Igen. Ugye tulajdonképpen a szabályzatban a kamera használatát, szóval ki tekintetik meg, hogyan tekintetik meg a felvételeket, milyen adatkezelési szabályok vonatkoznak arra, akik megtekintetik a feltételt, ezek vannak ebben rögzítve. Tulajdonképpen ez szerint működött a rendszer, ugye vannak különböző mellékletek a szabályzat mellett. Ezeket használták, és ilyen formában használták a kedves kollégák, akik eddig is nézték. Nagyon jól működik a kamerarendszer, azt tagja tudni kell elég sok, nem sok, bocsánat, a szalon, tehát történnek bűncselekmények településünkön, de merem azt mondani, hogy a 95%-át a kamerarendszer segítségével deríti fel a rendőrség. Egy pár elfoglalkozás. Igen. Ez egy pár szót mondani. Megvan az elkövető. Megvan az elkövető, igen. Tehát és ez is a állomáson a felszerelt kamerák. Így. Az állomáson most nagyon sok kerékpárlopás történt, szinte heti alkalom, hogy kerékpárt lopnak, de eddig mindig megvolt az elkövető kamerarendszer mindent rögzít, úgyhogy nagyon szépen végig lehet követni a mozgást, hogy ki, merről, honnan jött és hova megy, és ez nagy segítség a rendőrség részére, tehát folyamatosan jönnek és kérik a felvételeket, dokumentálják, amiket kérnek, csak lefoglalási jegyzőkről alapján adjuk ki számukra a felvételeket, tehát eddig is jól működött, de ez a szabályzat hiányzott, beszéltem a rendőrséggel, egyeztettem velük ezt a szabályzatot, és tulajdonképpen az ő mintájuk alapján készült fel ez a szabályzat. Hát biztosan. Profi munka, hogy leolvastam, hogy profi munka, nekünk is kellene ilyen szabályzat, csak hát mi is még határozódó kökkenesen kicsit, ami komplikáltabb a betegellátásban. Csak azt hiszem, az áron rendelkezések van, mert ugye informatikában így, most már nélkül már sem, nem is mondom, hogy egy informatikus ott mellettem, hogy ezt a szabályzat mellé kellett képezni az üzemeltetési napok, az észlelési napok, a visszalépési napok, az állási napok, a raknapos napok, meg a megsemmisítés napok. Ezt mind vezetni kellett a szerencsétlennek, mert itt is, mi is most már jogosítva, mindent csinálunk, meg a végén fel is kell töltenünk az ESZT rendszerbe, megcsinálják az okmányirodáját ingyen, azt akkor a fizisztapunk érte körülbelül. Tehát azért mondom, hogy most, de a papír is oda kell adni. Tehát mondjuk a két tőleves papírt, a jogos, mert még fel is kell tölteni. Rögtön meg emeljük néztébe. Tehát azt jelenti, hogy egyre több mindent csinálunk itt a számítógépnél, hogy annyi jelentés van meg még idő, hogy már annyira nincs rá nézők a betegre. De most látom, hogy sok napról az becsületkel a lájkány tényleg, ezt mind vezetik. Mi is vezetik is, tehát ezt is meghallgatnak, csak személyes adattal foglalkozni, hogy mondja csinálni. Munkahelyen, ereket, de ezért milyen szép hosszú listánk van, hány kamerák van már? Sokkal jobb. Amire rájössz. Éppen egy tudom, Deák után egy sincs. Amire rájössz. Ez biztonságos környékben. De majd most lesz. Hány kamera van ott polgáron? 44. Mennyiek? Ez két négyes egymás mellett. 44, és reméljük, hogy ez még tovább fog bővülni. És még hogyha ezt hozzáveszünk, a például nem csinálódási az intézményekben lévő kamerákat, sokkal több, és lehet azt mondani, hogy nem öncélú, hanem mint a jegyző úr most mondta, hogy igenis megvan a hatása. A Deákra szerintem lesz nem sok el, mert olyan szépen rálátni a Deák utcára a fogorvosi rendelő erkélyéről, hogy én azt már tervezgettem, hogy oda fogunk tenni, és akkor pont végig látod utcát.
szerint. Az egyiket, a másik meg pont titeket fog mérni, már nem a lakásodat, hanem a rendelőt. De abból a magaslatból tökéletesen belátnak. És még a fát se takarnak. Milyen távolsági növény van egy ilyen? Ja, hát nyilván egy kilométer múlva már nem tudom. Lenagyítani a képet? Meg hál' Istennek azért a rendőröknek annyi tapasztalata van, hogy lehet, hogy mondjuk sötét van, és az arca nem ismerhető fel, mert hogy 300 méterre van a kamerától, de a jellegzetes mozgását, ruházatát már felismerik, és már nyilván a következő kamerán tudják, hogy itt kell keresni, és az elkövető ott van. Igen, ez a helyi rendőrnek a sajátosság, hogy ismeri a területet. Ismeri az ügyfeleket. Egy pillanat. Még várjuk kérdések, remények, javaslatok. Nagyon szép munka, egy-két névelőttől eltekintve. Igazsítjuk meg. Illetve itt az eljárás indítása, illetve kezdeményezése, ez a 4.2.5-nél, az később is le van írva, itt az 5.5-ös a feladatkörbe tartozó eljárás a felvétel üdítésére számított két munkanapon belül köteles megindítani, ami kezdeményez az eljárásra jósult szervnél, és ez itt szerintem ez kétszer is szerepel. Nyilván azért, hogyha valaki kérvényt nyújt be egy megkeresést, akkor azt segítjük azért abban, hogy a megfelelő formátumban, illetve a megfelelő adatokkal adja be. Tehát van egy forma nyomtatvány, amit ki kell tölteni. És azt akarok mérni, hogy ezek mindegyike működik. Most a 44 kamera teljes sávszélességgel működik. Azért azt tudni kell, tehát azt, hogy most magánszemélyek miért tekintik a felvételt, tehát azt csak most én bejövök, mert most meg akarom nézni a felvételt, hogy Pista Jóska merre ment. Ez nem ok, tehát itt azért valaminek kell történnie, tehát valamilyen oknak lenni kell, hogy eljöttek elégpáron, vagy nem tudom én, tehát valamilyen oknak lenni kell, tehát öncélúan is csak azért most megfigyeljek egy felvételt, hogy merre mozgott. És továbbá tennék egy halvány próbálkozást arra, hogy kibővítsük azok körét, akik ezt a kamerarendszert megtekintetik, akár még úgy is, hogy beléphetnek a helységbe, az önkormányzati képviselőkkel, hogyha lehetséges. Gyenge próbálkozás. Igen, téged kérdeztem. Tehát, hogyha, mert igen, van, szerint, hogyha be kell ahhoz egy nap hangerőség, hogy oda bemehessek, ezt tartom egy kicsit furcsán. De lehet, hogy nyilván csak én. A polgárőrségnek van egy nagyon jellegzetes jogköre, és a polgárőr egyesület a polgárőr törvény alapján úgy mondja a törvény, hogy közreműködhet, és álliságában a közreműködik szóba bármiben a fél, a közterületen közbiztonsági bűnmegelőzési vagy bűnözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésére. Gyakorlatilag ez az a jogszabályhely, amiben kapaszkodni tudunk, hogy oda polgárőr ezt a feladatot elláthatja, és mondjuk nem kell nekünk köztisztviselőként valakit közterület felügyelőként alkalmazni, hogy ezt a feladatot egyébként jogosult legyen ellátni. És még egy dolog lenne, hogy nyugtassuk már meg a közvéleményt arról, hogy itt a nap 24 órájában mindig van valaki ott, abban a helyiségben, aki ezekkel a kamerának a képét figyeli és felügyeli. Ez így van. Jelen pillanatban három személy van, aki folyamatosan figyel a kép nőt, tehát ők váltják egymást különböző szisztéma szerint, de mindig van valaki a kamerászobában. Figyeljük, hogy mi történik a felelősen, és ha valamilyen bűncselekményt, vagy bármit észlelnek, akkor azt hangfőnek jelzik. Több esetben történt már ilyen, hogy jelezték, és intézkedés is történt már. Tehát hatásos, és azt mondom, hogy jól működik most a kamerarendszer, tehát a szabályokat maximálisan betartva.
hatékonyan, de azt azért tegyük hozzá, nagyon hatékony, tehát én azt mondom, hogy a rendőrség is rögtön fordul hozzánk, vagy akik képen a kamerát figyelik, hogy tekintsük vissza a ne értelme egyáltalán bármit is. Tényleg megtörtént-e az a bűncselekmény szabálysértés, mert azért ismernék az embereket, hogy szokták mondani, hogy ez történt, aztán mégse történt, vagy nem úgy történt, ahogy ők ezt elmondták. Mint egy látszik, 44 kamera azért a települést egész jól lefelé. Arról tudsz egyedül, hogy most, ami volt a eset a Rákóczi meg a Magdál kereszteződésén, hogy megnézték a kamerát, arról tudsz valamit? Erről nem tudok, hogy megint nem kaptam információt még egyenlőre. Jó. Milyen balesek? Dezső, nekem állít a kamerát. Milyen balesek? Oda lehet a kicsoda befordult az állapba. Lajcsák, Tibor néni, Hegerus Mariska néni, egy iskolában takarított. Igen, hát majd elmondom, utána van. Elesett szegény. De esett az árulva. Nem, belapordult szegény. Tehát már lesz nekem oda egy javaslatomhoz. Mikor nem esett volna be az árut. Be kell fedni az árut. Nem az árok volt a probléma. Akkor Mariska. Az út széle volt a probléma, hogy én meg örülök, hogy az az út széle miatt majd megcsinálják. Hát egyszerre minden nem lehet. Ha nincs súrel, vagy nincs beton, akkor hogy betonozzál? Örültünk neki, hogy megszélesítették a bejáratot. Ha nem kell rámenni, hát. Annyi ilyen kis kocsi. Akkor még csak nekem jön. De ő nem azért ment rá, mert rá akart, hanem mert menekült. Mert máskülönben... Ezt nem tudom. Nem tudjuk. Nem tudjuk, jobb, hogyha nem ütesít. A kamera ellátott, úgyhogy valószínűleg kérték a rendőrök a felvételben. Ezért kérdeztem rá. Ezért mondom, hogy igen. Összességében egyébként én veszélyesnek tartom ezeket a kiskocsiknak a működtetését. Bizonyos. Én is. Mert nagyon sok. Akik ezt vezetik, kimennek a közúton. Így van. És gyakorlatilag ott részt vesznek a közlekedésben. Úgyhogy nincs jogosítványuk. Úgyhogy nincs jogosítványuk, és esetleg... Sokuknak. Mégis olyan, mint egy kerékpár. Mert az végnyak könnyebb menekülni, leszállni lehet róla. Itt ugye pláne mozgássérült ember, kiszállni se tud, vagy csak lassabban. Nehezebb egészen. Egy nagyon nagy veszélyforrás az biztos. Miskolcon is nem egyszer találkoztam olyannal, hogy forgalmas úton ilyennel megy. És úgy mennek az autóval, nem biztos, hogy 50-nel, és nem biztos, hogy meg tudnak állni. És hát ugye körülöttük nincs kaszni, ami megvédené. Én ezt nagyon veszélyesnek tartom ezeket a járműveket, vagy nem is tudom. Mert nem is jármű, hát ő ugye gyalogosnak számít, mert én is csak valami keréken levő széken. Mert ő a jártán kellene. Jó, de hát annyi, aki gépkocsit vezet, az tudja azt, hogy előttem megy az a valaki, és ki akar fordulni, akkor én honnan tudja, hogy ki akar fordulni? Tud, megvárni, mert ő egy olyan ember, aki már csak ezzel tud közlekedni, és örüljünk, hogy tud közlekedni. De amikor jelen esetben ő helyesen közlekedett, csak éppen a biciklis az nem az út szélén, a Magdál utcán, nem a szélén akar kifordulni a Rákóczira, hanem Sunggal, egy másik személy ülve a biciklis, neki akart menni a szabályosan fordulónak, és ő meg menekülni akart, jobbra húzta a kormányt, és ezért esetben az állóba. Tehát itt... Mi? Majd ez az igen. Jó, mindegy, de a lényeg az, hogy na, fiatalság, bolondság, gyorsan jöttek a bicikli, várnak, hogy kész, és keresztbe az úton, nem pedig kifordulónak. Jobban kell vigyázni egymásra közben. Vigyázni kell az idősekre, tudjuk, hogy ő... Igen, valamikor is volt olyan, aki motorral közlekedett, motorkerékpárral a faluba, és mindenki tudta, nem akarom kimondani a nevét, hogy rá vigyázni kell, mert ő akkor fordul és odafordul, amikor akar. És azt mindenki tudta, aki kocsit vezetett, hogy hát ő nem mondjuk ki a nevét, kedvenc bácsinkból, de ő így közlekedni. Köszönöm szépen. Még egy kérdésem lehet ezzel kapcsolatban, hogy bár nem nagyon van olyan szegete a településnek, ami nincs már megkavarva. Sajnos az még. Hát itt azért ember legyen a talpának ki lopni mehet, hogy van-e most bent valamilyen pályázat, ami esetleg ennek a kamerarendszernek a bővítésére vonatkozna? Nincs. Hát a hulladékos pályázatból még most lesz négy kamera? Abból igen. Illetve hát a 2018-ban benyújtott líderes, amit elvileg elnyertünk, csak még nem kaptunk róla a tájékoztatást, abból még majd lesz valamikor. Hogy esetleg az Attila utca, Árpád utca vonatkozásában?
abba a keresztődőrésbe. Például. Azt egyébként bele is van írva, ugye emlékszem. Még az, hogy egy elég jelentős csomópont van a vonulási útról. Hát mi kezdtünk volna lenni? Pozécsényi utca, hol lesz? Van négy végén. Igen. Kicsit öröntelik az, amikor a nagybőröndökkel az állomás felé, de annak is hasonlóképpen tudok örülni, mikor a nagybőröndökkel a Széchenyi utca felé mennek a reménybeli elfogadása. Tehát ott ilyen közlekedő emberek vannak. Erősen, igen. És közlekedő emberek. Igen. És nem csak tavasszal, meg ősszel, meg a fecskék, hanem... Ennyire többen járnak Budapest és Budapest környékére heti munkára, és nagyon elég sokan vannak, akik elmennek vasárnap, bőrönbe elviszik a cuccukat, holnaptal mennek, megszel láttam, és jönnek oda hétvégén, és ők mennek ezekkel a hurlós bőröndökkel végig, a Széchenyi utcára is, úgyhogy egyik oldalon zörögnek, a másik oldalon örülnek, hogy van munkája. Persze, csak ez nem korlátozódik hétvégére. Tehát, ha nyilván ez hétvégére korlátozódnak, abszolút nem igaz, de ebben az esetben itt azért vannak közbenső napok is. Tehát nagyjából meg tudja az ember különböztetni, mert valószínű, hogy nem a négy gyerekkel együtt megy dolgozni, vagy nem azokkal jön együtt munkából, tehát azért itt ilyen apróságok még vannak, ami esetleg elkerülhet a figyelmet. Mert ha ezről van szó, akkor nyilván én sem fogok ezzel kapcsolatban háborúgni, hogy nem is tehetem még, de ez nem erről szó. Megköszönöm az észrevétel, hasznos volt. Még a kamerát azért segíti a fekvőrendőrnek a elérzése, tehát azért az egy kicsit megcsökkentette, de jól mondod a Tíl utcát, mondod az Árpád úton is a lefe egyet, és az azért megfogja a gyors hajtást. A személyes ügyem lesz, úgyhogy biztosan megfogja. Már megtettem a kezdő lépéseket. Jó. Köszönöm segített. Tarts. Ha nincs több hozzászólás, elfogadja, de... Elfogadja a képviselőtestület a közterületi térfigyelő kameramentszer aranykezelési szabályzatát. Figyelmet. Köszönöm szépen. Jó, nagyon jó csinál, jó következik. Ezt most már előterjesztem én. Figyelni a jegyző úr is egy kis. A rendelet tervezett a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Amint látszik, elnyertük a 2174 márga barna kőszénre vonatkozóan a támogatást, ez közé 8 millió forint. És lényegében maga a rendelet korábbi éveknek megfelelő tartalommal áll itt előttünk, azzal, hogy tavaly eredetileg elfogadtunk 7 mázsát plafonnak, aztán megemeltük 9-re, most én azt javasoltam, hogy legyen 8 a plafon, akkor megpróbálunk abba beletérni. És akkor lényegében ugyanaz a kör, hogy kik azok, akik benyújthatják a támogatási kérelmet. Ha ugyanaz a módszerrel tudjuk megvalósítani, ahogy az elmúlt években már kipróbáltuk, akkor itt azt mondhatjuk újra, hogy lényegében majdnem a településnek a felének tudunk szociális célú tüzelőanyagot juttatni, aki kér. Itt akár amiatt, hogy kicsi a jövedelme, akár amiatt, hogy aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosul, vagy harmadottan hátrányos, vagy csak hátrányos, egyébként lakhatási támogatásra jogosult, vagy fogyatékos személy, ilyen lakik egy háztartásban, illetve 70 évvel felüli állampolgár. Nyilván bármelyik jogosultsági feltételnek, aki megfelel annak a
bizottság oda fogja tudni adni a támogatást. És november 26-ig lehetne pályázni, és hát ha mégis úgy tűnik, hogy kevés a határidő, bár én úgy gondolom, hogy nem kevés, mert gyakorlatilag másfél hónap van november 26-ig, amit lehet nyújtani, akkor majd meglátjuk, hogy a szociális ügyintézők fel tudják-e dolgozni mondjuk még karácsonyig, hogy karácsony előtt megszülessen előtt, és hanem akkor január elején megszületik, és február 11-ig kihordjuk. Tavaly előtt ugyanezzel a módszerrel úgy tűnt, hogy működik, reméljük, hogy idén is működik. Segítséget hogy kérjük már, hogy 150 és 200 százalék, tehát összegszerűségében én most ezt nem tudom. 28.500 forintnak a másfél szerese és kétszerese. Megkeresett egy választópolgár, aki felvetette, fogjuk rám is kérelmesnek találta, lehet, hogy egy kicsit elős, hogy miért nem úgy, mint aktaszadában, fában nyújtjuk ezt a segítséget. Csak. És elmondtam neki, szeretném elmondani még egyszer, tehát az elmúlt években, amikor fával történt ezeknek az igényeknek a kielégítése, akkor nagyon sokszor visszás dolgok történtek, tehát volt, akinek az egy köbméter, mire kiszállították, nem egy köbméter volt, mert esetleg nem úgy várták, volt másik család, akinek több volt, mint egy köbméter, és egymással is, és az önkormányzattal is fellekedtek, hogy nekik nem ennyi jár. Legalábbis nézetük szerint. Azért mondom, fellekedtek, hogy nem megfelelően lett egyenlő módon elosztva, és ezért polgármester úr szerintem nagyon jó javaslatára jött ez, hogy egalizált zsákokban, szénnel van ez az igény kielégítve, így senki nem mondhatja, hogy X családnak másfél köbmétert vittek, nekem csak egy felet, Juliska néni többet kapott, Pista bácsi kevesebbet kapott, így mindenki megkapja azt a zsákot, ami, mert benne van az az X mennyiségű szén, arról, hogy ennek a szénnek a fűtőértéke mennyi, azt mi nem tudjuk megmondani, hogy nagyon köves vagy nem köves, azt megint nem tudjuk megmondani, de alapjában véve egy segély, és annak az embernek, aki megkapja ezt a 8 mázsát, annak nem kell azt a tüzelőanyagot megvenni. Ennyi a történet, és én továbbra is azt mondom, hogy folytassuk ugyanazt a témát, azt a sémát, mint eddig, hogy szénnel és egalizált formában kerüljön kiszállítás. Miután azt nyertük, most már ezt tudjuk. Csak most azért akarom elmondani, hogy meg lehessen érteni, hogy miért. Igazságosabb. Igazságosabb. És ez képtelenség is volt azt a röngfát úgy elosztani, hogy az mindenkinek tökéletesen egyezzen. Ez képtelenség. Tehát ahhoz nem tudom én, milyen szakember gárda kell, meg egyesével, meg nem tudom én. Szóval ez egy igazság. Másfél hónapig egy brigádunkat lefoglalt. Igen. És azért azt is adjuk hozzá, hogy voltak gondok azzal is, tehát kiüttük a fát, és akkor hogy miért nincs összevágva, mert azt még nem tudja, hogy összevágja. Milyen nedves, miért így. Csak a gondok voltak vele, tehát nem volt felvásárgás. Fogadjuk el is, hogy mindent éve lehetőségeit nem. Már szabadás vagy felszabadás? Jó. Dolgot azért megígyeznék ezzel a rendelettel kapcsolatban, hogyha lehetne, nem tudom, nem iszka a képviselőtestület, hogy a szociális rendeletünket kellett, hogy módosítsuk bizonyos dolgok miatt. Ebben a rendeletben viszont továbbra is benne vannak, tehát hogy ez részletünk szól, hogy... Harmadik paragrafus hatodik bekezdésére gondoljétek. Vagyis? Nekem van. Jó. Itt még nyitva hajszuk a gondolja, bizottságunk tárgyasok. Ezért a bizottság elnökeként elfogadásra javaslom, amiatt a pont. Csak amiatt? Nem, összességében, de kerestem. Jónak találtam. Kerestem azt a pontot, úgyhogy... Mert még lesz észrevétel. Megalkossuk-e ezt a rendeletet, aki most találkozik. Hát kinek lesz észrevétel? Hát nem nekünk, hanem a törvényesek. Egy hangulra elfogadjuk, köszönöm szépen. Később választ most van. Október 26-ától ezzel a kérelemmel
várjuk a pályázatot. Kérjük az állampolgárokat, hogy ha, ahhoz, hogy gyorsan dolgozhasson a szociális osztály, mondjam, ahhoz minden pontosan mondjanak, tehát hogy ne kelljen hiánykortásként várni erre a vegyes tüzelés, tehát hogy az a lényeg, mert igen, vegyes gázban azért az alapból ne. Igen. Nem kell munkát csinálni. Ahol csak gázban. Igen. Ahol csak gázban, igen. Tehát október 25-ben jövő hétfőtől lehet ilyen. Igen. Akkor lehet, hogy meg kérelmet ilyet. Tehát jövő hétfőtől lehet igényelni a mutatványokat. Nagyon kapány. 5. napirendi pontunk. Kerüljön már fel ez a honlapra, hogy oldalunk van, jó? Persze, vagyon rendelet. A Vörösmarty utca kimaradt a felsorolásból. Múltkor beszéltünk is róla, hogy akkor most menetem nem. Gyakorlatilag ennyiben módosult ez a vagyon rendelet. Hát egyszer most már tényleg nagyon neki kell ülni és elkészíteni az újat, de addig még... Addig még ezt a régit igazgatjuk. Az úttörő utcát írjuk már át is közel. Na, mindig van észrevétel. Mindig. Igen. Jó van. Egyébként a 889/1, ami bekerül a listára, a Vörösmarty utca. Szeretnél valaki hozzászólni? És mondjuk a korlátozottan forgalomképes egyéb létesítmény de a Rákóczi utakon állami területet. Ja, egy következő alkalommal. De gondolkodtunk elhagyta. Visszatérünk rá. Áttegyük a forgalomképtelenbe is. De amit látod, egy döntésen múlik, úgyhogy... Jó, csak beszélünk róla. Jó, elfogadjuk el a rendelettet így, ahogy most van előterjesztve. Köszönöm szépen, hogy hangulat megfogadjuk. Ez mit? Hát az rá. Az egyebek napirendi pont nyilvános része. Az egyebek napirendi pont nyilvános részébe annyit szeretnék én mondani, hogy nyertünk időközben 3 pályázatot. Az egyik kommunális eszközök magyar falu programos pályázatot. 15 millió forintból rengeteg eszközt fogunk tudni vásárolni. Itt van pont az árajánlat, amit benyújtottunk. Kell olvasni. Sarokcsiszoló, sövényvágó, felsőmaró, akkúshúró, csavarlajtó, sarokcsiszoló, kézigyarúgé, orrfűrés, láncfűrés, magasnyomású mosó, mezén motoros fűnyíró, talajfúrógép, kompresszor, villáskocskészlet, szerszámkészlet, benzi motoros kellel, pontókalapás, motoros kasza, benzineszivattyú áramfejlesztő, rotációs kapa, rotációs kapasztívó, egesztő, egesztő inverter, házi permetező, hómaró, takarítógép, fúrógép, akusgépszer, szúrófűrő, szúrófűrész, szerszámkocsi, akus, fúró, csavarbehajtó, fűnyíró, traktor, fűnyíró, portkocsi, festékszóló, hegesztőgép, falmaró, ipari porszívó, akkumulátortöltő, indítására segítő, elektromos mérőműszer, fűkassa, elektromos teherszállító jármű. Ezek azok az eszközök, amelyeket, ha minden jól megy, akár idén meg tudunk vásárolni, és fogja gyarapítani a, mondjuk úgy, hogy a település üzemeltetésnek a készletével. Kedvünk el átszokni, a GAMESZ az olyan régi szó, a település üzemeltetés. Csökevény. Hát mégis nem, van, amik most is vannak a kormányzatok, amelyeknek vannak GAMESZ-ek. Hogy legyen ez tűz. Illetve nyertünk még egy 5 millió forintot még egy játszótérre. Ugye azt kell eldöntenünk, hogy csináljuk máshova egy olyan játszóteret, amilyen van a sportpályán. Vagy ezt fejlesztünk tovább. Én úgy gondolnám, hogy ezt fejlesztünk tovább, és legyen belőle egy olyan, amit tényleg igen.
Különösen amiatt, hogy igen drágák ezek a játékok, és úgymond. Hát az meg a másik, hogy, hogy jó. A hely, helyszín az biztos, hogy jó. Mert hogy van egy bizonyos felügyelet. És az, mert van kamerázva, hogy jutottál. Ja. És még aki munkaidőben megy, még a WC-re is be tud lenni. Igen. Igen. És az reményén hava? Igen, az a baj, tehát a mindegy majd, majd. Jó. Még egy dolog. Hát, október elején, múlt héten, megérkezett a támogatói okirat az első körös reki pályázatunkra, amikor is körülbelül 2 millió forinttal kevesebbet kaptunk, amennyit pályáztunk, 8 millió 900 ezer forintot kaptunk. Itt meghatározott célokra, úgyhogy miután a második kör szeptember 30-ig szerettük volna benyújtani, de nyilvánvalóan nem lehetett, mert addig az első nem volt elbírálva. Emiatt annyiban módosítsuk már, vagy fogadjunk el egy új határozatot, hogy újra benyújtjuk a rekit, második kört, és akkor ugye rendkívüli önkormányzati támogatás elnevezésű kérelem, és akkor reméljük, hogy még egy ugyanilyen nagyságú, reményeim szerint nagyobb, akár lehetne egy nagyobb is nagyságú összeggel tudnánk kisegíteni a költségvetésünket, és akkor egy picit jobb lenne. Na, akkor fogadjuk el. Akkor el tudjuk-e fogadni? Igen. Ez egy új határozat, hiszen a régi az szeptember 30-án lejárt. Ugyanaz a szöveggel, amit elfogadtunk valamikor májusban. Ja, jaj, hát a lényeg. A lényeg. Közösséget támogató önkormányzat díjat kaptunk szeptember 8-án. Erre indítom az oklevelet, erre indítom az érmet. Éges Nemzeti Művelődési Intézettől. Ez három település kapta. Idén három település kapta. Komló, Sátorai, Újhely és Tapta. Nem majd Komló? Komló. Komló. És van még egy örömhír. Szerdán megyünk a miniszterelnökségre átvenni a idős barát önkormányzat díjat is. Úgyhogy gyarapszik a gyarapszik minden látunk a szépen idős személyesen sora. Van a hálózatban, nagyon szép. Ezek szépen. Ezek úgy gondolom, hogy... Mi nevét? Hát felolvastam három település nevét azért. Ez szó szerint az. És hát nem is tudom egyébként, hogy van-e még olyan település, amely ezekkel mind rendelkezik. És van, doktor. Hát még az és el kell gondolkodni rajta, hogy az elmúlt évek munkájának köszönhetően azért fel kellett a Harkáni térképre. Tehát a térképen nem is lehet. Tehát ezt tudjuk, hogy hogyan. Hát azért, hogy egy nemzeti tanítvító itt legyen, ezek az elismerések, amelyeket megkap a község, ez szerintem mind például szolgálhat másoknak is, és becsülendő és tisztelendő. És azt az a munka is, amivel ezek a elismerések kiértelmésre kerülnek. Mert munka nélkül nem megy. A munka és a figyelet. Mindennek való figyelés. Akkor egyedek napi rendek, hogy nyilvános részébe ki szeretne adászolni. Még annyit ehhez hozzátennék, hogy szép-szép, hogy 15 milliót költhetünk ilyen kommunális eszközöket, csak ezeket meg is tudjuk majd becsülni, őrizni. Vigyázni rá, mert azért az így felsorolt eszközök közül egy jó párat tudunk, ami törvényszállal eltűnt, de a következőben nem így lesz. A
Másik dolog egyebekben, hogy a vasútállomáson található WC helyiség, bent a vállalatban a WC helyiség az hát olyan mértékű... Igénybe van véve. Olyan mértékű, hogy mondjam, bázis a szavoknak, illatoknak, pláne reggel, amikor megyünk, amit ugye mindenki használhat, hogy erre nem lehetne valami megoldás, mert az a gond, hogy a, most már ugye reggel is ilyen 0-1-2 fok volt, és az emberek kint állnak a váróterep előtt, mert nem tudnak, egyszerűen attól a bűztől nem tudnak bemenni. Én is csak annak köszönhetően tudok bemenni, hogy drága szokás hölgyes úr a politikaimmal együtt a szagló hármelyemot is eléggé eltávolította, tehát én annyira nem érzem ezeket a fajta illatokat, de panaszkodatok, mert egyszerűen nem. Egy falnak mennének neki annyira. Az összes, ami van, azt nem rekáltál. Hogy az kriminális, hogy ezzel valamit kezdenünk kellene, hogy nyilván az is gond, hogy nincs mindig pénztárunk. Van reggel sem volt, aztán tegnap reggel sem volt, és nem lehet a kulcsot a pénztáros felületére bízni. De hogy ott délután ott olyan emberek használják ezt a vécét, akinek lehet, hogy el kellene magyarázni, hogy kell azt letakarítani maga után, és nem kéne ott hagyni, tehát ott folyik minden felé. Tragédia. Ezt észrevettem én is, és nekem van a gyanúm, hogy a piszoárnak a lefolyójával lehet baj, mert azért csorog mellé. Úgyhogy vízérték szerelőnek szóltunk is, hogy cserélje ki, de lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy bezárjuk egy kis időre. Illetve addig lesz nyitva, még nappal ott a dolgozó ott van. Most már múlt héttől, azaz azt mondanám, hogy múlt péntektől van hétvégés műszakunk is. Úgyhogy elvileg van hétvégén is ott valaki. De akkor valószínűleg ez lesz a megoldás, hogy a takarítónő reggel kinyitja, és mikor elmegy, bezárja. Tehát pénteken voltunk kint a polgármester úrnak polgárőrségbe, és bementünk a váróterembe, és bementünk a mosdóba. Tehát ezek a dolgok, ezek mind ismertek a vezetés előtt. És akkor állapítottuk meg, hogy valószínűleg, hogy a lefolyóval van baj, és mit a Isten már hétfőre intézkedtél is, hogy legyen valami. A másik... Hogy megjavították ezt még nem. Azt mondjuk, hogy elindult valami. A másik, hogy hétvégén nem volt takarítás. Most már az is van, úgyhogy bízunk abban, hogy előbb-utóbb sikerül olyan körülményeket teremteni a váróteremben, amilyen kellene. Jó, ez nem hétvégére korlátozódik az a baj, hanem ez egyik hétköznapról a másik hétköznap reggelre. Mert ez nyilván azért történik, mert elmegy mondjuk 4 órakor vagy 3 órakor takarítónő, 3-tól másnap reggel 6-ig történik valami, és amíg ott reggel óra munkában nem áll, és el nem kezdi felmosni, eltakarítani, összeszedni, annyi korban. Csütörtökön jöttem honnan a munkából, Máté éppen akkor másolta ki és adta a rendőrségnek a kamerafelvételeket a kerékpáron. Másolom volt a két, hogy hívják, rendőr. Ettől függetlenül egy illető bent a váróteremben a padon az egyben feküdt. Tehát attól függetlenül, hogy ott volt a rendőr, nem most készenléti rendőrségtől, igen, mert két készenléti rendőr volt, attól őt különösebben nem zavarta. Ja, feküdt a... Jó, mert tudod, a piros áramszög, hogy mi a jóisten. Ő különösebben nem zavarta, ő feküdt nagy büszkén a padon, aztán nagy nehezen, amikor már látta, hogy többen vagyunk, akkor fel magához tér, és akkor próbált egyenesen lenni. De nem szólt hozzá senki egyébként, hogy... Mi volt ez? Köszönnek, nem fogadta. Tehát akkor, amikor én jöttem ki, akkor felült, de amikor én bementem, minden további nélkül fekült. Ez nem lehet a feladat esetleg rendőrnek, polgárnak? Lehet, hogy szóltak neki. Hogy szóljanak neki. Hogy lehet, hogy szóltak neki, csak különösebben már ő nem tudta, hogy nem lehet feküdni. Igen, vannak olyan állampolgárok, akik nem arra használják a váróteremet, amire használni kéne. És a vételi az utazó közönségnek van. Nem, azoknak, akik más helyiségben ülnek előszeretetileg is sokáig, és ezt használják mellékhelyiségként, nem annak a helyiségnek a motorját.
De ha rendbe tartaná, semmi baj nem volna. Tehát ha mondjuk abba a kör alapú eszközben engedni a felesleges dolgot, és utána leengedi, semmi probléma. A tiszteleten nincs olyan állapotban, hogy azt a... Eltalálja. Menjen a szabadba. Oda meg már nem, mert elmondottunk. Én, hogyha már itt vagyunk, igaz, hogy ez WC kérdés, hadd kérdezzek már valamit. Ez legyen meg bevelet. Hogy elmentem ott, ahogy csinálják a kerítést a vasútnál, várjál, mert még nem kezdtem. És ott fut nagy kapu. Ha valamiféle baleset történik, hogy mennek be arra a részre? A 3 méter széles járda. Ott? Ott befér a mentő, és minden más is, igen. Értem. Mert ugye... nagy kapu, és ott nekem úgy eszembe jutott. Igen. Valaki felvetette, hogy hogy megy be a tűzoltó, hát gondolom a nagy feszültség a ritkán szoktak voltani. A tűzoltó nem. Ez jutott eszembe, hogy ha baleset történik, akkor hol megy be, mert látom, hogy már ott tartanak a pályán. Tehát ott most már nem ért, mondom, akkor nincs nagy kapu. A másik bejáratnál is annyi helyet fognak kiadni a kollégák, hogy ott is beférjen egy mentő. Ugye, hát majd le kell tenni még egy áteresztés, akkor ott is beférjen. De amúgy szerintem egy elég, ha meg tudnak. A tűzoltó kocsi pedig a másik oldalra beáll, másik oldalra és akkor a szert csöveket. Na de ez jó, hogyha elmondjuk az állampolgároknak, mert az nem baj, hát, hogyha az állampolgárok... Mi támoltanak vízzel szerintem vasútra? De. Tehát jó, ha elmondjuk az állampolgároknak, mert nem árt. Akkor sötét lesz. Mert jó dolog az, hogy az állampolgárok ilyenekre figyelnek, tehát nem rossz indulattal szólnak, hanem ők is érdeklődnek. Nem rossz indulattal. Biztos vagyok benne, hogy nem rossz indulattal. Csak mind megfigyelni, és hogy ott volt egy nagy kapu, most miért nincs. Érted? És mondjuk én is így gondoltam, hogy nem jutott eszembe, hogy a 3 méteres járdán befér. Az kifejezetten akkor, mikor kimértük, igen? Akkor, mikor úgy szabad lenni ez, hogy van egy már együttműködéses megbeszélés, akkor az önkormányzatot képviseli egy ember, a MÁV-a 10, és akkor ott a 10-1 arányban kitaláltuk, hogy olyan szélesre kell a járdát csinálni, hogy ilyen esetekben mondjuk egy mentőbe tudja jönni. És te voltál az én voltam az önkormányzat részéről az egy, a MÁV-nak minden részlegéről, osztályáról, alvállalkozójától egy. Én nem. Igen, én ezt az állampolgárnak, aki nekem mondta, ezt én elmondtam, hogy tehát a MÁV részéről biztos, hogy az előírás azon megfelelően állítják a kerítést. De most már van ott is szép járda, szép kerítés. Egy kultúrvár. Igen. Még kacérkorok a gondolat, hogy valamit a másik oldali kerítésre kellene kezdeni, de szerintem az a javítás nem nagyon tudnánk. Maximum szebb lenne, de... Hát ezt mindenki kellene mondanom volt. De ha meg... Most épp azon gondolom, hogy esetleg kisírnánk a MÁV-ból, hogy adjon oda is ezt a szép áttörkerítést. Akkor viszont lehetséges, hogy ez a valamennyi hangot is csak elfogja. Vagy tömörbeton kerítés, akkor azon meg átmegy a hang. Na mindegy, ezzel majd egyszer elvitatkozunk. Elbeszélgetünk. A lényeg, hogy ez a szép, a Dorga utcai betonkerítéshez épül. Most ebben az volt az, ugye, az együttműködés, hogy a MÁV adta a kerítést, mi pedig letesszük, és a mi betonunkkal is ágyazzuk be. De szép. 50 év ezelőtt volt ilyen szép. Na hát remélem, legalább 50 évig fogja bírni. Hétvégén szeretettel várunk mindenkit a Tatabányai pályán, Erdő Horváth. Első győzelmünkön túl vagyunk. Igen. Elindulunk fel. Nem kaptunk sorsan. És ugyanakkor, tehát a hangos és jó indulatú szó szerinti szurkolókat várjuk főleg. Mert a másik fajtában van bőven. Igen, te okoskodó. Az minden. Akármilyen sohanyó miénk, és ha kimegyünk oda szórakozni, beszélgetünk. Örüljünk, hogy tudjuk. Persze, tehát aki azért vesz jegyet, hogy szintje a csapatot, az vegye meg a jegyet, aztán menjen haza. Ja, igaz. Másik irányba küldjétek. Egyébként az érdekes, hogy van csapat, amelyiket lehet szintni, és akkor általában az ellenfélnek kellene lenni. Hazai szurkoló lehetőleg, ne a hazai csapatot szintje már a hazai pályán, mert
a hazai pályának az az előnye, hogy drukkolnak a hazai csapatnak. Lehet használják ki. Nem az, hogy mondjuk kívülről megmagyarázzák, hogy hogy kell belül játszani. Csak hogy a doktor úr mondta, hogy hát azok, akik így viselkednek, azok már olyan állapotban vannak, mint azok, akik nem találnak be a WC-csészébe. Tehát ez is jó. Nagyon érdekes dolog, hogy Lucról is és Szabáról is járnak átnézni, és Harkályban meccset nézni. A múltkor szadai szurkolók jöttek, és többet fizettek, mint a jegyára. Hát meg kutyáltak is. Azt mondták, hogy ezzel támogatjuk a Harkályi sport. Hát de ők kutyára is neki jegyet. Nem ő, és érdekes, hogy azt mondta, ez akkor maradjon a ennyivel támogatni. Hisz a Lucról szeresik, és ki rendszeres. Tehát hál' Istennek van igény máshonnan, hogy eljönnek és megnézik. Hát, miközben elbeszélget a hajtállal, a barátokkal. Ennek még Miskolcról is jönnek, múltkor is voltak itt olyanok, akik direkt kifejezetten ilyen játékos megfigyelőként jöttek el ide hozzá. Még el akarnak mindenről is csak ez a hátsó gondolat egyébként. DVTK nagyon ráment most a játékos megfigyelésre. De azért csak eljönnek hozzá. Magyar gyerekek. Az akármilyen is, de van köztük olyan, aki... Már ugye a válogatottokat mondtam meg a klubcsapatokra. Magyar válogatott csapatokra. Hát a Fradi is. Köszönjük. Köszönjük. Egyébként a pillendi pontban szeretném. Én kérdezném azt, hogy az előttünk levő piasztér mikor kerül átadásra? Mihelyt az asztalok is be lesznek építve. Első kérdés, második kérdés. Ott van az a szemét kupac, az mikor kerül el távolításra? Remélem akkor, mikor az asztalokat tették, és utána elvisznek mindent. Mert ahhoz kéne egy pár közmunkás, és felpakolni a kocsit, és elvinni onnan. Nem mondta, hogy valami állat. Holnap egyébként pont szemétgyűjtés lesz. A Teszedben becsatlakoztunk idén is, úgyhogy ha kommunális hozadék, akkor valószínűleg el fogjuk vinni. És akkor elkopik onnan. Erről jut eszembe, hogy Teszed. Pénteken, amikor együtt voltunk a polgármester úrral, szolgálatban, láttuk, hogy ismét újra termelődik a szemét a faluban. Mindenütt rakják le, ő jegyzetel, írta föl, honnan kell elszállítani, elvinni. Ugyanígy volt, vannak olyan lámpák, közvilágítási lámpák, amelyek nem világítottak, szintén írta föl, szintén jelzi az émásznak, de próbáljunk már odafigyelni a saját lakóközösség környezetére, mert az, hogy havonta 4-5 zsákka veletek szemben mese, 4-5 zsákka megjelenik a szemét, mi rakjuk ki, tehát nem jön el senki sem útról, vagy Szadáról, mint a meccsre, hogy ezt mi rakjuk ki, Harkányi emberek, mindent, amit csak el lehet képzelni, hogy van a revolúciókat. Még egy rövid kérdésem, mert milyen munkálatok zajlanak a Deák utca, Vörösmarty utca és a légi, tehát a légi összetartozás? Hát a légi összetartozás még most is Trianon Park. Igen. Mincs. Még régebb irányunk, Kressz Park. Igen. Ott egy nagy földkupac. A földkupac? Igen. Hát mert egy beton alapzat lesz benne, és a csövek meg azért vannak, hogy ott fog menni a vezeték. Egy szökőkút lesz odatéve, és akkor azt fogja díszíteni a teret. És milyen más mérője? Hogy néz ki az a szökőkút? Egy nagy labor, azon felett egy kis labor, a felett egy még kisebb labor. És mindezt lemezből. Beton vagy nem tudom ilyen. Hát nem, hát végülis leszaladt egy tartály, és azt a vizet forgatja. Tehát abban nyilván nem kell inni, meg fürödni, mert ugyanaz a víz fog forogni benne. Ezt akartam javasolni, hogy ezt már rá lehetne kötni akkor a rendszerre, és akkor már nyugtan... És azt is kisztatál. Igen. Nem, hát de mondjuk mozgat majd 100 méter vizet, vagy 200 méter vizet. De a lényeg az, hogy lesz ott egy szép... Igazgató azt mondjuk még. Én csak egy kérdés, útjelző táblák.
Hort utca, Móricz. Árpád. Az is eltűnt onnan. Ilyen, tehát, mert ott most már mindenütt hónapok óta ilyen jogkész szabály, már aki betartja, betartja, már aki nem, mert ott a táblák nincsenek meg. Tehát nincsenek visszarakva, vagy... Tehát nincs. Hónapok lassan évekre lehet. És valamelyik nap is majdnem bele, hát nem én, hanem aki jött, és ugye ezt nem vette észre, aztán ő tábla nélkül is. Jön, mint az őrült, pedig hát ott nem neki lehet. Ha nincs tábla, akkor is van szabály. Én azért mondom, hogy igen, megy a jobb kész, tehát most igen, megy, aki betartja, igen. És aki nem, na akkor ott van a szobé. Na, hát, bocsánat. Igen. Jó ötlet, utána nézünk. Csak úgy, mert azért azon az oldalon is lakunk, polgármester úr, tehát ott is lakunk, ott vagyunk. Közlekedünk. Bocsi, de... Én örülök neki, hogy valamit teszél nekem, hogy hű legyek önmagamhoz, mert olyan régen hoztam fel az Arany János utcát, hogy az okkát... Ott már fel inkább a kócs. Azt is. Az okkátfa a kilövések annyira az út felé kivannak majd harapban. Pedig az nem is az okkátfa. Nem, hogy egy kocsi nem tud elmenni, mert csikkalmas. Kettő az, meg aztán nagyon, meg itt a Petőfi utcán... Szerintem a Petőfi utcai kertvényen. Igen, a Petőfi utcán is itt, ahol a Bahor bácsi féle ház van, a gyüledező házzal szembeni oldal, mert látom, hogy elkezdték az akár a kinőzés. Hát ez itt több portálnak a vége. Azonosítsuk be a tehát az a rész, ahol mondom, hogy Bájer Mihály lakik, meg Horváth Gábor, ott rendben van, ott és rendben ők nézve eljebb, a kertük vége, ott annyira, de akárszak mondom, hogy nem akár. Hát meg ott annyira túlzottan van lakatlan, tehát ahol lakatlan is van, meg akik csak a kertet művelik, meg a kórus van, akár kérdezőleg hozzak fel, vagy mi? Hát, mondtad, hogy hű vagy önmagas, az azt hittem a kórusra. Hát a kórus is elhozza, amit szeretnénk, már itt testületi ülés előtt beszéltem az atyával, hogy szeretnénk valamiféle egyenruhát, mert úgy mindannyian úgy terevélyesen. És annak lenne hisztet? Nem! És hát ilyen szerű valami ilyet, mint az amerikai kórusoknak van az a felveszett. Azt hittem, hogy tudod szeretni. Oh, igen, mindegy, hogy minek nem. Fráterkórus barátság. Mert mindannyian hisztük, és nőtt az a bizonyos, és feszülés, és két új tagunk is van, aki kifog állni fekete-fehérbe. 23-án, tehát szeretném, ha észrevennék a képviselőtársak, hogy szükségünk lenne, mert ezt az egyen ruhát 12 vagy 13 éve kaptuk, úgyhogy azóta meg fejlődtünk már szépen. Tehát szeretnénk ezt olcsón, meg úgy, hogyha... Költséget is függvényen. Minden. Így ezt így elsírtam magam, már évek óta. Tehát polgármester mondta, hogy járjunk utána, ő már segített egyszer, találkozott, de az nem... Azóta is vállalja. Azóta is ott van a szerint, hogy mindig vissza akarom hozni. Igen, a tényleg költséget is... Bólogassatok már rá, hogy... Bele kell tenni élni. Mert beszélek én a Marikával, hogy megvallja nekünk, meg nem tudom én csak. Vagy nem áll egy árajánlat. Jó. Én meg most már szerintem tudom, mikor az lévő bokroknak az árai. Köszönöm szépen. Milyen belógnak. És sok esetben, hogyha két gyalogos vagy egy babakocsit próbó személy megy a járdán, nem nagyon tud elférni. Jó lenne, hogyha ezeket a lakosok, vagy nem tudom, az önkormányzat dolgozója belógó árokat levágnak. Másik utcán már nem adott, ez a másik utcán. A Rákóczi utcának a BEM és a posta közötti szakaszán a járdára több bokor, de az ingatlan... Nem, nem az ingatlanból, a zöld részt azért mondom. Tehát azok a bokrok, vadrúzsa, meg különféle dolgok, azok, akik, és van olyan bokor, ami már az önkormányzat által ki ültetett díszfát is elnyúlja, mert annak nagyobb a lombozata, és jó lenne visszavágni azokat, mert előbb-utóbb valakinek a ruháját megtérdesi, vagy valamit csinál, és utána, jól mondom? Vagy te nem tudtál gyógyát? Bicikrivel. Te bicikrivel jársz, mint én.
És akkor csatlakozott nemes képviselőtársamhoz, hogy volt valamikor egy olyan dolog, hogy meg azt beszéltük, hogy olyan lesz a Rákóczi utca, hogy azon csak a rúzsa lesz, meg azok a díszfák, amit a kiültetünk. És ami most mondta, hogy el nem járt a mi általán kiültetett fákat, és előttem is ott van az a sövény, és nagyon szívesen megszabadulnék tőle, hogy egy egységes legyen az utca. És az csak akkor lesz egységes, hogyha eltűnnek onnan bármennyi. Én természetesen élő vagyok, szeretem a növényeket, fákat, minden. De ami nem illik bele ebbe a környezetbe, és ahogy elmondta nemes képviselőtársam, hogy el is van vadulva, mert az nem oda való. És ugyanígy, ha jövünk a Béke utcán le, majdnem az alkotóháza szemben, van ott két ingatlan, az egyiknél a tuja van teljesen úgy ki a jolga, hogy szinte már le kell hajolni, úgy lehet elmenni alatta, az a portáról, a másik az utána néző portáról pedig a magyarú ágak hajlanak ki a úttest felé, és ugyanígy a, ugyanúgy a díszfákat teszik tönkre. És még több helyen is van ilyen a faluban. Felszólítja. Egyebek ülés. Nyilvános ülés, egyebek ülés. Válasz, még nem kaptam a kérdésem, vagy se hozzá szólásom. Elszólítja őket jelentő úr, és ha nem történik meg, akkor... Tehát ami nem oda való... Elrendeli a favágást, mert az jelentő javásnál. Favágó. Kifelé. Kivágó. Hát mondják, az 56-os parkunkra gyönyörű. Mert az úgy gyönyörű, és az mindenkinek gyönyörű, mert az, ahogy meg van tervezve, úgy van, hogy az egy két fa kipusztult, az pótolni kéne. De az szép, tényleg szép. Ez a főutca is szép lenne, hogyha egységes lenne. Hát tegyünk érte. Úgyhogy vállalom, hogyha szívnak a kormányát. Együtt vállaljátok már, ki vagy tudom. Hát ő neki csak a kerítéssel van baj, hogy nem tudják menni mellette. Nekem nincsen problémám ezzel, hogy vállalom vagy nem vállalom. Hát azért szóltam, hogy nyilván, hogy ez... Nyilván a Rákóczi szabadságharcosok. Tessék? Nem csak a Rákócziról beszéltem a tavalyán. Sok az állomás másik oldalán is van több olyan tapatlan porta, amiről akarsz. Vagy nem látsz, az útkereszteződésben nem. Tehát be kell menni az útkereszteződésbe, hogy lássad egyáltalán. Gyöngyvirág utcán van olyan porta, amiről a már házat nem lehet látni a fáktól meg. Minden. Még egy csúnya hely van. A fenti óvoda és a kóp felől eső parkoló közötti részről. Az még nincs kész. Ott volt az szó. Tudom, hogy nincs kész. Majd meg lesz. Hát most már rosszat mondom, akkor te is mondd el. Azért egy rosszat. Gergő elkezdte annak a műveletét a számomban. De alapjából milyen jó dolgok ilyenekről, tehát ilyeneket tudunk felvetni problémaként, nem sokkal nagyobb hordájelő dolgokat. Hogy itt tartunk, hogy... Most közmeghallgatást tartunk, hogy... Az majd lesz. Ne az állampolgár mondja már el, mi mondjuk el, mi is látjuk. Nem készülünk. Nem majd elmondja az állampolgár, azért van a közmeghallgatást. De igen. Úgyhogy remélem jönnek is majd ingróljányom. Ha nem, akkor megyek majd. Aki ott lesz, elmondja. Mi biztos, hogy leszünk legösségesen majd. Akkor az... Nyilvános ülés, egyebek napi rendi vagy nem, de várom. Következik akkor egy kicsi szünet után.